Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Morning Show! A Klassz FM-en. 6 óra múlt 11 perccel itt vagyunk, és kezdjük a csütörtök reggelt. Jó reggelt! Sziasztok! Mindenkinek, drága Morning Show hallgatók. Reméljük itt vagytok, reméljük velünk vagytok, mi már itt vagyunk, és kezdjük. Egy jó 25 mm-es vízzel lefőzött kis. 25-ös kell? A Ristrettóval mulattam az időt, odabent a szerkesztőségi szobámba, és mindenhol égnek a lámpák. Olyan sötét van, gyerekek, olyan sötét van. Na most már egyrészt ugye későn, egy másrészt, mert tiszta felhő, minden pöttyörög az eső. És te magad nyomtad meg az gombot a gépen, vagy kérlek szépen, megnyomtam a gombot. Nem, én a gombot. Beállítottam a vízmennyiséget, és főztem egy egészen jól kinéző kis krémes Ristretto. Őrület. Mert ez már nem is cappuccino, hanem már valami kicsit kevesebb, úgyhogy ez már a Ristretto felé hasít. Megkóstoljuk mindjárt, megnézzük, mit sikerült. Egész jól kezelem már ezt a gépet. Egész jól kezelem. Én nem merek hozzányúlni, mert tegnap végignéztem, hogy Ákos és Zsül egy röpke 40 perc alatt csinált magának egy iható kávét, miután beállította a hőmérsékletet, a host, ugye millimétert, hogy mennyi vízzel főzze le, aztán mi volt még, amit még komolyan, aztán a végén már megmondta, és mondta, hogy gyerekek, nincs időm, családom van, rövid az életére. Ezzel az űrhajóval, vagy ezzel a kávéfőzővel lőtték fel azért az Apollót is szerintem. Olyan bonyolult, hogy annyi állítás, ennyi minden, ami rajta van. De nem baj, elszakörözünk, amíg vissza nem viszik, addig jó ez. Persze, beállítjuk, takarítgatjuk, ugye? Amit csak jeleznék azoknak a kedves kollégáknak, akik mindig azt hiszik, hogy ők az utolsók, és, illetve utolsó előttiek, és jön még majd valaki utánuk, akinek el kellene takarítani a gépet, hiszen ő lesz majd az utolsó, hogy viszont a kávéhabosítónak az eltakarítása az nem ilyen bonyolult. Nem, az csak tehát, ki kell most. Nem, az nem náza, az nem náza vonal, hanem csak szépen egy finom csavarás a tetején, utána pedig berakjuk a csap alá, megnyitjuk a csapot, kiöblítjük, aztán pedig megint egy finom csavarással visszahelyezzük a tetejét. Ne reménykedj, ez úgyse fog megtörténni. Én legalábbis nem reménykedek már. Minden esetre gondolj rám, én csak presszó kávét iszom, úgyhogy én nem nyúlok a teljes bödön. Én nem nyúlok, én magamnak töltök bele egy kicsit tejet, én nem szeretem a kávéban úgy a tejet, hogy belefőzi, meg bele nem jó, tehát Laci mindig ilyen fölgőző. Nem, én hónapok úgy kértem, hogy ne csinálja. Ilyet, meg kis presszó, és egy pici kis tejszín bele, és meg is vagyunk. Ezt a tejhabot én annyira nem. Lacit egy másfél évet leszoktattuk erről, mire eljutott az agyáig, hogy ne csináljon ilyen kávét. Úgyhogy meg vagyunk. Nem baj, mindenki másnak üzenem, vagy mindenki más kategóriának, hogy értem, hogy imádják az aludtejet, és hogy a házi aludtejnél finomabb nincs is, biztos, elnézést, de most kiöblítettük reggel. Igen, de nem olyan jó tényleg, ha belerohad. Hát ez van, gyerekek, ha jó kávégép van, akkor az történik, hogy rájárnak a kollégák. Onnan mindenki jön, és szépen nálunk mulatja az időt, iszik egy jó kávét az automatánkból, vagy a kávégépünkből. És hát ott mulatja az időt. Nem is olyan finom, és utána kiaválok, hogy te legalább ingyen van, nem? Igen, de csinálunk kell ide is egy perset. Na, egy-két SMS, mit írnak a hallgatóink? Azt mondja, hogy forró sajtos pogácsok, akkor Morning Show tökéletes reggel, Imike küldte nekünk. Imike, hát de jó. Jó fej vagy. De jó, neked így van, Imike, ez jól hangzik. Azt mondja, hogy Borsod megye kisúta, esik az eső, király üzente már kora reggel. Szeretném megpróbálni tényleg olyan nézetiteket legyőzni. Jól van, ez játékra jelentkező SMS, ahogy látom, hallgatónk bejelentkezett. És azt mondja, hogy ezt találtam. Micsoda? Jó, ez nem az. Mérnek Hajdúböszörményben a Kolozsvár étteremnél Sanyi a fás küldte nekünk. Vezéreim, nagyuraim, játszunk egy jóféle igen nevet. Azt mondja, hogy köszönjük szépen, és igen, hát nagyjából ezek ma reggel az SMS-ek egyelőre. Nagyon. Félig közlekedésivel folytatnám. Na, mondj valamit. És bírsággal. Hoppá, jött valami? Csak nekem még nem, mert én rendes vagyok. Belső sávmániások, rettegők attól, akik leestek a külső sávban. Föltartjátok a forgalmat, új gyönyörű táblák kerültek ki az M7-esre, mondom, kék színű háromsáv felfestve nyilak kanyarban, tarts jobbra, illetve idegenül keep right, így is föl van írva. Mától. Rich, remélem, CH-val van. Így van, nem. Igen, azért az estőne. A kelp az jó, de a Rich CH-val van, akkor nagy baj van. Egyszerre két nyelvterületet is megcímoznak vele. Igen. Így van írva.
15 000 forint a helyszínen, ha indokolatlanul használod a belső, vagy a középső sávot, csekkben 30. Tehát, hogyha küldik, akkor 30 000 akkor forint. Akkor odaértünk, ahol az osztrákok. Így van, és ugye mi nagyon ebben. Sokszor mondtuk, hát a ebben, igen. De igen, nagyon sokszor beszéltünk már mi is erről, hogy bizony bosszantó, hogyha van 3 sáv, akkor valaki 100 a középsőben, tötyörök, tessék lemenni a külsőbe. Azt nem tudom, hogy a 2 sávos részen is van-e, de az biztos, hogy a Fehérvártól Budapestig 3 sávos az M7-es. Uh-huh. Ott kitették, tehát aki a középső sávban indokolatlanul autózik. Na végre. Oda egy 15-ös a helyszínen. Na végre. A rendőrök bekopogtatnak, és 30. Nagyon helyes. Én is azt mondtam. Szerintem ez nagyon-nagyon helyes. Én is azt mondtam, ellenőriztem is a táblákat. Valóban kint vannak, ugye arra jöttem. A kis presszó is bele tud. Kis persze is bele tud esni a pultban. És már érezted a jobbra tartást? Vagy már volt változás? Volt igen? Egyébként, szerintem menegetnek ki az emberek, de azért még most is volt olyan, aki ragaszkodott. Sőt, volt, aki a 3-ból a belsőre ragaszkodott, azt hiszem 110-zel. Ráragadt a belsőre? Ő azt szeret. Akkor ő még nem érti ezt a... Nem érti, szabályt. Meg van, úgy a korláthoz van egy ilyen vonzódás. Nem, ő kihasználja a türelmi időt. Ja, hogy amíg lehet, addig viszont használjuk a sávot. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon-nagyon okos döntés, nagyon jó dolog. Aztán, hogy ezt a 2 sávos részen is fogják majd nyomni a rendőrei, azt nem tudom, de a 3 sávoson tessék odafigyelni, mert 15, illetve 30 000 forintot bánhatja, és tessék lejönni. Nagyon jó. Szerintem is mondom egy ilyen jó. Ebben már tényleg hasonlítunk az osztrákokhoz. Na, kezdünk oda. Hát jönni. Aztán, hogy amikor majd engem a rendőr... Hogy fognak ki ezért büntetni ez a kérdés, igen. Mert az osztrák az könyörtelen. De beáll a seggedbe, nézi, hogy indokoltan vagy-e a belső sávban, és én nem tudtam, hogy ők ezt ennyire szigorúan nézik, amikor először voltam Ausztriában, úgy kiszednek, mint a húzat. Ugye megszokásból te mész a belsőben, ha jön mögötted valaki, lemész jobbra, de ha nem, akkor te kényelmesen előzöd a külső sávból, külső sávban lassan menő embereket balra. De az osztrák azt kéri tőled, hogy ahogy jön valaki, előz ki, ahogy visszamegy, előz ki, szlalomozik. Ja. Most megosztanak a vélemények, ez most baleset veszélyesebb vagy nem. De ugye magyarként te mit csinálsz? Beállsz a belső sávba, és mivel megszoktad, hogy nyugodtan mehetsz ott, ha jön egy gyorsabb elengedett, ha nem, akkor meg mész 130-al. Na ezt az osztrák nem szereti. Kiszed, darabokra szedi az autót, 100 euró, 200 euró, ez horror. Horrorra megvágott, és kérdeztem, hogy miért, és azt mondta azért, mert nem tartottam be a jobbra tartsot. De úgy, hogy éjszaka volt, egy koncertre jöttünk, és 10 percenként előztem meg egy kamiont, meg egy autót, csak rutinból a belső sávban maradtam. Jobban is szeretek ott menni. Tudod, botorkával, ami az út szélén, leálló sáv, vaddisznó. Tehát a belsőben valahogy biztonságbírszom. Nem. Semmi baj, te sok. Itt akkor nincs vaddisznó. Jó, kártyás lehúzó, azonnal az hát, milyen, hogy terminál van a rendőr? Terminál van a rendőrnél, érted. Kitöltés, ez a kutya. Ezen nem újjon. Ezen nem újjon. Nincs át cash, mondom, bedobom ezt, ha írjunk egy csekket, nincs semmi baj. Visszament a kocsi, az terminál, kártya lehúzó. Óriási. Nagyon szép. Helyesebesség, semmi probléma. Semmi probléma. Megoldjuk. Nincs probléma, mondta a rendőr, és szépen megrántott egy 150-200 euróval. Anyáztam egyébként rendesen, mert máshol nem tudott belekötni. Nem mondom, azért finoman rohadjál meg picit, hogy most akkor találtál valamit. 60 ezer. De ők ezt elég szigorúan nézik, hát ha nálunk is ez lesz, akkor lehet, hogy lesz némi közlekedési kultúra, nem? Ideje fölé. És mondta volna, hogy hát, így probléma, magyarul is beszélünk, úgyhogy még 100 euró. Igen, rohadjál meg te szemét. Hatóság megjelentem. Mindenre fel vagyunk. Még egy százacskát tegy hozzá, dögölj meg. Hallottam ezt is, ismerem az anyám magyar, az apám osztrák, beszélek magyarul, 350 euró lesz. Ne, csak magamban mormoltam el, de hát mérges voltam persze. Tudod, mert ha jogos, akkor úgy éreztem, hogy kötekedik. Aztán ez az azóta már tényleg, betartom ott. Igen, de ez az a pont, ami tényleg olyan véleményes. Hogy most két kamion megy 300 méternyire egymástól. Te most arra gyere vissza, vagy ne gyere vissza. Igen. Nyilván, ahogy te elmondtad... Jött egy a seggembe, tehát ő nézte. Hát kihagyta a véleményes szituációt, csak amikor 10 percig mentem, tudod, vagy 1 percig, akkor már nem volt mire fogni. Úgyhogy hát meglátjuk, mi lesz ebből. Jónak tűnik egyébként ez az ötlet. Sok mazsola, meg az idegesítő, százzal menő önkéntes rendőr, az szépen menjen a külsőben, bosszantsa ott a többit, aki pedig haladna, menne Balatonra, jönne Balatonról, az pedig hadd menjen. Nem? Ez a visszasorolás egyébként azért érdekes, mert mondjuk a 90-es kamionokat valaki 120-szal előzi. Az tök korrekt, ugye, annyival tudsz előzni a pályán. Ha ő megtenné azt, amit az osztrák kolléga tőled kért, hogy mindig menjen vissza, akkor a gyorsabb, de csak 130-al menő autók simán el tudnának menni. Ehelyett most az történik, hogy ő beáll a belső sávba, hiszen a franc fogja majd jobbra-balra járgatni az autót. És ami kamiont lát 10 km-ről, azt mondjuk ott megelőzöm. És már csak tempóváltás nélkül jobbra kéne menni és vissza. Így van, melletted elmenni. Na majd most. 100.
Most hát 15-30. Szóval nem csak kitámláznak, büntessék is. Azt majd látjuk, nem tudom, mivel fogják-e figyelni. Autópálya elfogó autónk van, ugye, ezek az Audik. Igen. Azt hiszem. Úgyhogy... Ja, ne, hát ezek jó. TT-k, azok mennek, úgyhogy... Na, több TBA-nk is lesz ma, egyik, nem tudom, láttátok-e, most nem menjünk bele, meg ne kezdjük el boncolgatni, de a szerb lottó sorsolásról szerintem mindenképpen beszélünk, nem tudom, láttátok-e a videót, egészen elképesztő. Matematika esélye van annak, hogy ez ne legyen csalás, de mégis megdöbbentő, kiábrándító, dermesztő, és aggodalomra ad okot, hogy ilyen finoman mondjam, hogy mi történik Szerbiában, hasonló rendszerű lottó sorsolásnál, mint ami a magyar lottó sorsoláson van. Nem akarjuk mi természetesen semmilyen váddal megilletni a magyar lottósorsolást, főleg úgy, hogy a szerbek csaltak, nem a magyarok, csak kérdezünk, hogy hogy a fenébe történhetett ez. Ha valaki nem tudná, akkor elemezni fogjuk. Döbbenetes a videó egyébként, hogy először fölraknak egy rossz számot, aztán a fölrakott rossz számba véletlenül megérkezik golyóba, mint a technikus tudta volna, hogy mi jön a 21-es, a 27-esre. Szóval kielemezzük a videót, megnézzük, hogy inkább hiba történt, hogy lehetett-e benne csalás. Kötetlenebbek, rugalmasabbak a szabályok. Rugalmasabbak a szabályok, igen. Úgyhogy erről is beszélünk meg, hát úgy néz ki, megvan a malájgép, vagy hát legalábbis azt hát mondják, valami hogy, hogy valami megvan belőle, ugye ez a titokzatosan eltűnt, azóta sem meglelt kis malájgépet, most lehet, hogy nagy esélye megtalálták, azért ez mindenféleképpen valamennyire megnyugtató, hogy nem tud egy utasszállító 200 emberrel nyomtalanul eltűnni. Hát mikor, mennyi ideje világ? Történt az? Most már kérdezik. Hát ez most már lassan, szerintem egy másfél éve, két éve, nem emlékszem, én időzavarban szenvedek. Nagyon kemény. Ugye, hogy azért két éve nincs meg egy utasszállító, nem egy Kispolszki vagy egy Lataszamar, amit elloptak házad, nincs meg egy utasszállító 200 emberrel, még mindig nem. Hát ez a totál nonsense. Hát és ahogy telik az idő, egyre kevesebb rá az esély. Igen. Úgyhogy még azt sem bebizonyított, hogy ezek a roncsok mondjuk oda tartoznak, hát majd meglátjuk. Meglátjuk. Most elemezték és azt mondták, hogy akár lehet a malájgép roncs, de majd olvassuk a friss híreket. Na, emellett még egy csomó témánk is lesz, most viszont mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk tegnap, illetve pontosabban kivel beszéltünk, mert hogy felhívtuk a mi drága Rékasi Karcsinkat, aki kevés médiumnak adott interjút, de velünk kivételt tett, azt hiszem talán a Fókusznak nyilatkozott, és most nekünk is. És kicsit hogy léte felől érdeklődtünk, személyesen szeretjük, jobban vagyunk, jó a kapcsolat. Hát mondott érdekes dolgokat, leginkább amikor az záró jelentését maga elé vette. Igen. És elolvasta, hogy mennyi minden történt. És szóltunk neki, hogy erre sajnos nincs időnk, Karcsmer. Igen, igen, csoda, hogy életben van. Picit hossza a felsorolás. De jól van, hál' Isten gyógyulgat, úgyhogy minden rendben. Megmutatjuk a tegnap készült beszélgetést. Aki jelentkezni játékra, közben bőszen írja nekünk SMS-t, mi pedig jövünk vissza mindjárt. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Morning Show. Fél hét múlt, pontosan. Egy percet itt vagyunk, tavaly márciusban tűnt el a malájgép. Karcsitól nem kérdeztétek meg, hogy a virágtól vagy meglátogatta és hozott-e neki vissza egy cserepest, hogy hamarabb gyógyuljon. Hát, jobbulást. Jó. Igen, jobbulást, ne köszönöm meg a tieten. Igen, neked növesztettem. Gyártolótető, rossz idő, rohadtul nem szép reggel, de legalább ti itt vagytok, ezt Szandi küldte nekünk. Szandi, köszönjük szépen. Kitartás neked. Na, hát akkor nézzük meg, hogy állunk játékkal. 3-0. 3-0. Aha, hát ez... Ennyi. Ennyi, gyerekek, ennyi. De még egyéni ajánlék csomag lehet a dologból. Jó? Úgyhogy tessék jelentkezni játékra. Aki pedig nyaralni készül, azoknak mondjuk, hogy ne keseredjenek el, ma már előbújik a nap, holnaptól kezdve pedig folyamatosan javul az időjárás. Igen. Olyannyira, hogy jövő hétre, ha arra időzítettétek a Szabit, akkor 35-37 fok lesz már jövő pénteken. Jön vissza a kánikula, jön a meleg. Ezt a helyetet kell csak túlélni, sőt, mi több idáig kellett, ma már a nap is kisüt állítólag. Úgyhogy alakul, nincs ezzel baj. Kellett egy kis hűsölés, hogy lehűljenek a lakások. Hát igen, de sajnos ezek, akik mondjuk erre a hétre időzítették, azok a... Szegényként. Hát, alternatív ők, program, fakultatív. Így van, szegények. Hogyha van csocsó, illetve Rex. Erről beszéltünk, igen. Könyvet vigyél. És 26-szor a Tihanyi Vízhang, és a Pannonhalmi Apátság 43-szor. Így van, és elsőben jobban kapnak a halak. Igen. Na, meghallgatjuk Ákos híreit, közben várjuk az SMS-eket, akik játszanának velünk. Mi pedig jövünk vissza mindjárt. 9 perc múlva pontosan 7 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és hát nagy küzdelem volt, de alakulunk, meg vagyunk, ismerkedünk, ja, barátkozunk. Te és a kis gép. És a kis gépecske, ja, ott voltam, igen. Már negyed órát, lefőztem Vikinek egy kapucsinot, nem értettem, hogy miért csak gőz jön a tejet szállító kis plusz komplexumból, majd láttam, hogy nincs bedugva. Úgyhogy előre itt állunk, itt tartunk, de most nem sokára beüzemeljük már úgy, hogy be van dugva, mert hogy kettő egységből áll a kávéfőzőből, és egy külön kiegészített ilyen kis tejmelegítő, tejet áttransportáló, csészébe belerakó kis egységből. Na,
a tejet áttransportáló egység nem volt bedugva, mert az külön hálózatról működik, mint maga a gép. És néztem, háromszor lefőztem a tejet, mondta, megint csak gőz, tejet is tettem bele. Hát ezt nézem, benézek a gép, mondja, ó, hát ez egy... Milyen felelőtlenek ezek, te külön komolyan mondom, hát külön azt hittem, hogy... Túl bonyolítják itt a dolgokat, de miért nem építik bele? De tényleg, hát most mit kell ezt bonyolítani? Úgyhogy most megtaláltam egy hosszabbítót, ami elvileg működik. Leteszteltem úgy, hogy kiúztam a hűtőt. Te most ne menj be! Nem, illetve eltakarom a jobb szememet. Amikor bemegyek, és csak balra kanyarodok, balra tartok. Ígértem a feleségemnek egy kávét, gyerekek. Ma 7 órakor szervírozzuk. Szervírozom neki a cappuccinót. Cappuccinót? Egy jó cappuccinót. Jó, de ezt 2003-ban ígértenek ezt. Meg lesz. És 20-ra meg is lesz. Meg lesz az. Bővebb információk a Morning Show Parista bajnokságáról Ákosnál a sportírán. Tettem bele tejet, nem mondta, hogy nem tettem bele. Van benne tej, ott van benne, tettem bele. Laktózmentes tejet tettem bele, csak nem volt bedugva az egység, de most... Alig várom a híreket, megyek vissza, és főzöm tovább. Szeretek én új dolgokat megtanulni, gyerekek. Ez konkrétan, mint a NASA vezérlő egysége, de én szeretek ezzel elbíbelődni. Picit így a mit rövéletre reggel, amikor mondjuk itt takra kiszámolja az ember azt, hogy hova kell, mikorra, oda, nem biztos, hogy annyira jó, de itt azért el lehet vele molyolgatni. Én baromira szeretek új dolgokat megtanulni, tudod. Az úgy karban tartja az agyadat. Egy új lehetőség, 600 gomb, 400 kütyű rajta, minden megnyomok, világít, csillog, flipperezek vele, kiadja 3 banánt, akkor nyertem. Jó, hogy jó. Én tegnap külső megfigyelőként részt vettem Mákos és Zsül, hogyan készítsünk el egy Espresso kávét című tanfolyamán. Az körülbelül fél órán keresztül tartott. Zsül közül elment kétszer borotválkozni, Ákos odahúzott egy széket, mert már elfáradtak a térdei. Alakul ez. Majd lesz valami. Le ne főzd, meg ne csináld. Ne nyomd. A feleséged itt áll és tart egy pisztolyt a fejemhez. Ne, mondja meg, hogy az a helyzet, hogy azt csak akkor kell bedugni, hogyha hűteni akarod a tejet. Hogyha azt a műanyag csövet belelógatod egy pohár tejbe, ő abból is kiszívja. Igen. Érted? Hűteni akar. Akkor lesz habosabb, hogy minél hidegebb a tej, de ez meg... Na jó, mondd el a híreket röviden, ahogy szoktad, jó? Mondd meg, hogy most 2 percesek lesznek, érek, gyere be velem, és csináljunk egy jó cappuccinot, jó? Nagyon jó lesz. De ezt nem kell bedugni. Tehát csak, viszont azt mondta a feleséget, hogy tejet elfelejtettél. Nem, most rossz májuskodik, mert izé roldékoskodik. Tettem bele tejet, menj oda, nézd meg, ott van benne a tej. Van benne tej, tényleg, nem vagy ennyire vagyok hülye, most tényleg. Tej az van benne, csak nem értettem, miért nem megy át a gépre. Hát a víztartályba töltötted, azért véletlen. Ez most elgondolkoztam. Egy a lényeg, Jani, te most nem menj be a szobába, mert írdatlan állapotok vannak. Ez csak maga a háború, mire eljössz, eltakarítjuk a romokat. Ákos, te bemehetsz, készíts be azt a megúzós anyagot a Colorado bogarak inváziójáról, jó? Igen. Na játszunk egyet, már itt is van a játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Jó reggel! Sziasztok, jó reggelt! Andi, hello Andi, jó reggelt! Honnan hívtál minket, Andi? Pécsről, jól értem. Andikám, kivel szeretnél játszani? Hát a Ferivel. Ferivel, jó, egy kicsit legyél bátrabb, jó? Mert az nekünk is jó, hallgatóknak is. Okay. Legyél ügyes, legyél bátor. Izgulsz? Na, indítjuk az órát, jó, Jani? Tritóma Fire. Régen voltunk Pécsen, Andi, ott voltál? Így van, ott voltam, akkor pont egy műtét előtt álltam. Megműtöttek? Megműtöttek. Mivel? Hát, ez egy kisebb műtét volt, nem volt veszélyes. Fájt? De... Fájt. Áj! Kisebb műtét volt, mi van? Senki nem vett észre? Kisebb műtét volt, nem volt veszélyes. Ha végre valaki, aki ilyen jó kávét iszik reggel. Hoppá, ugye? De tényleg. Aki benyomja a jó ristrettót, hát annak kell figyelni. Azonnal ott van. Andi drága. Félreértettem, mert a rádiót kikapcsoltam, és azt hittem, hogy a Feri mondta ki. Édes, hogy kikapcsoltad a rádiót? Az nem baj, de hát ott vagy még ugye a vonal. Nem akartam, hogy engem se zavarjon. Aha. Na de hát telefonban ott vagyunk neked ilyenkor. Persze, de hát tudod, az izgalom, hogy minden. Persze. Azt hallottuk a hangodat. Már az elején is hallottuk, igen. Mivel foglalkozol, Andi, egyébként? Eladó vagyok. Eladó vagy. Hát, akkor ma úgy kell bemenned, hogy nincs ajándékcsomag, de elmondhatod, hogy játszottál Ferenccel. Igen. Jó? Pedig nagyon szépen kezdted.
Meg gondoltam is, mondom, túl szerény, és alamuszinyuszi, nagyot bagzik. Igen. Andikám, puszilunk téged, legyen vidám reggeled, ébredj, fölébredezz, és legyen szép napod. Jó, puszi? Közi. Nem érünk le beszélgetni, cappuccinót kell csináljon. Nem, a műsornál semmi nem fontosabb, csak hírekre kell mennünk, hogy tartsuk az időt. Bolcsú Balázsok, tovább kell lépni a Máliátok felé. Igen, vár egy nagyon jó látte. Andi, puszilunk, jó? Szia, Andi. Szia. Ciao, hello. Hát gyerekek, azért ezt előre jeleztem volna, hogy ebből ez lesz. Tehát egy kicsi hittel, kicsi önbizalommal, kicsi lelkesedéssel kell ennek a játéknak. Volt már, hogy megvezettek minket. Ja, az is igaz, hogy volt már Lambuszi nyuszink, de Andi hangjában nem volt benne a győzelem. Tegyük hozzá ezt így azért finoman, nem? Hogy a hangjában nem volt ott a győzelem. 3 perc, pontosan 7 óra várunk friss közlekedési híreket. M3-as Gödöllői part bedugulva Pest felé kis bajszi küldte nekünk, és Gyöngyösig Budapest felől jól járható az M0-as, ez pedig Gyufa küldte. Mi pedig jövünk, Ákos, híre után. What is up? És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt, 9 perccel, jó reggelt mindenkinek. Hathaway, gyerekek! Oh. What is Love című dalára kelt az ország. És rendben is van ez így. Nem Hajdú Péter lesz a vendég. A következő fél órában, ahogy kérdezte egy hallgató, hogy nem jó, Hajdú Péter lesz a vendég a következő fél órában. Nem, de hát egy jó kis retro dal az mindig jó. Ez volt nekünk beszerkesztő, úgyhogy le is játszottuk. Egy kis retro. DJ Oti, nem? Ott féle dal volt ez. Jóféle, Otiféle. Én pedig már örültem, hogy eladtad a Verdáddal együtt a CD gyűjteményt, és benne maradt. Jó kis DJ Oti is. Retro napot idézett ez a dal. De jó volt, én szívesen hallgatok ilyen zenéket is. Hedövé idén fél évszázados. Atya is. 50 éves. 50 éves, rajta nem látszik ez egy. Csak a Hajdú gyerekünk, mondom, hogy ennyi idős már, Hedövé nagybácsi. Na, köszönjétek szépen. Megszületett a végeredmény, Ferivel lefőztünk egy, mit főztünk, lattét. Egy latte macchiato. Egy jól beállított cappuccino is sikerült. Úgyhogy alakulunk. Íz alapján is látta, vagy pedig csak a felirat volt. Egyelőre a Viki kóstolja mindkettőt, tehát igen, a láttét és a cappuccinót is. A kettő között látható különbség van. Csináltunk róla fotót, úgyhogy sose voltam még ennyire büszke kávéra. Mutatom neked a kis cappuccinót, hogy milyen jól néz ki. Oda néz. Na, habja van, alja van, teteje van. Mutatós kis darab. Viki este 11-ig fog pörögni. Nagyon jó. De nézd meg, szétválasztva. Tejhab. Meg vagyunk, alakulunk. 10 után bejönjük a szerkesztőségbe, Viki ott fog feküdni a hanyat, ilyen kiakadt szemekkel, egy picit enyhe remegés a testén. Még ezt megkóstolom. Gyerekek, bárkinek főzök kávét, írjatok SMS-t, házhoz viszem, megfőzöm nektek, elszállítom, a kávéfőzés nagymestere lettem, jól ismerem már a gépet, már be is tudom dugni, rájövök, hogy melyik alkatrész nincs áram alatt, pillanatok alatt csak 10 perc kellett hozzá, úgyhogy alakulunk. Na, Balázs, 2 kávé rendel Ercsibe, ha már ilyen jól belejöttél, Krisztián, küldte nekünk, visszük, szállítjuk, ott vagyunk. Azt mondja, hogy Hathaway, azonnal gyere haza, nem énekelhetsz Balázsiknak az engedélye nélkül, Kata. Küldte ezt nekünk. M6-os Bátaszék Boly, jól járható az alagutak, húzatosak, a mi cégünkhöz is kellene ilyen kávéfőzőgép, Gábor. A másik vécépapír árus küldte nekünk. Köszönjük szépen. Görögországból Kecskemétig az út jól járható, 13 óra alatt megtehető. Az igen. Hogy? Határokon kb. 15 perc átjutás, Röszke előtt a szerb autópálya mellett kisebb csoportokban menekültek, bandukolnak. Röszke kilépő oldalán viszont már 1 kilométeres sor és hosszú áldogálás. Jó titeket hallgatni, Györes. 13 óra Görögország Kecskemét, ez nagyon jónak tűnik. Nagyon Észak-Görögország. Az Észak-Görögország, hogy nem. Az itt valami határmenti település. Az biztos, igaz, hogy Korfura vagy lejjebb, azért nem vagy lent. Nem vagy lent, azért az nagyon, nagyon jónak tűnik, igen. Pilis Jászfalú 10-es út Budapest felé a buszmegállónál 3 lábú méri a gyors hajtókat. Ezt Geri küldte nekünk. Köszönjük szépen. És azt nézem még, hogy mi van. M3-as Gödöllői part bedugulva Pest felé Kisbajszi, valamint M5-ös 71-es kilométer körnél Szeged felé Kétfehér Kutya a szalakkorlátnál próbálkozik az átjutással.
az átjutással. Na. Lottó botrányozzunk egy kicsit, beszéljünk persze, róla. Persze, persze. Beszéljünk róla, szerintem már sokan hallottátok, érdekes a dolog, és hát sokan játszanak itthon is, ráadásul hasonló szisztémával húzzák, hát legyünk őszinték, mindenkiben megfogalmazódik ilyenkor a kérdés, hogy át vagyok-e én vágva, tényleg a hülyék adója-e a lottó, ugye ezt azok is mondják, akik lottóznak, ez nem bántás, senki ne vegye magára, de így is hívják, és hát egy ország szeretne nyerni. Mindenki elgondolkozott már azon, hogy milyen lehet milliárdos összegeket, vagy csak milliós összegeket nyerni, 50, 100, 200 milliót, ami ugye rengeteg pénz. Mi is beszéltünk már egykori nyertessel. Hogyne? Igen, sokat foglalkoztunk a lottóval, beszéltünk egykori nyertessel, beszéltünk olyannal, akinek négyese volt, és majdnem ötöse lett, ezt hogy éled át, hogy ott vagy a milliárdos összeghatárnál, aztán csak pár tízmilliót nyersz, sőt, nem is pár tízmilliót, csak 1-2 milliót. És hát szerb lottó botrány van, kérem szépen, méghozzá elég érdekes ez a lottó botrány, mert hogy hát élő közvetítéssel adják ők is a lottó sorsolást, ami ugye azért megnyugtató. Ugye, hogy nem felvétel. Ez már azért egy nyomós érv, hogy hát mégis. Bár azért mi is láttunk már olyan szilveszteri műsort a magyar televízióban, ami el ki volt írva, hogy élő, és hát egy sajnos azóta már elhunyt színész is fellépett a világot jelentő deszkákra, és ki volt írva szépen ide a sarokba. Ne! Ez nálunk volt? Ez nálunk volt? Volt, ez nem igen, is remez a történet. Kb. Egy ilyen két évvel ezelőtt lehetett. És volt benne egy, volt benne egy olyan színész, aki már akkor hát, még élt, de mire leadták. De nem. Nem, én tudom, de azt tudom, hogy miért volt, de ezt meg tudom magyarázni. Mert a magukat a produkciókat, azokat szerintem előtte rögzítik. És maga a lottosorsás élő, a komfort elmondják, és aztán a produkció az egy előre felvett, ne legyen, aki végig menjen, és azok valószínűleg előre felvett produkciók lehettek. Az jó előre felvett produkció volt. Tényleg, annyival? Igen. Aha. Tehát, hogy azt... Erre nem is emlékeztem, ez most volt, ez a balhém? Nem, ez körülbelül 2 évvel ezelőtti szilveszter lehetett. Ja, de nem, akkor nem lottósorsolás. Nem. Ja, jó, hát azok ja, persze, jó. Jó, azt hittem, mondom. Tehát csak azért mondtam, hogy ilyen azért már nálunk is előfordult. Egyébként a művészet Kaszás Attila volt. Aha. Igen. De hát lottósorsolásos bakiai nekünk nem nagyon voltak, volt a hatos, a kilences, ugye hát meg ezek, de ez a legenda. Ugye, állítólag ez tényleg volt, még talán pár évvel ezelőtt beszéltünk is valakivel, aki akkor még ott dolgozott, és elmondta, hogy ez valójában megtörtént, az interneten ez már nem megtalálta. Na, de hogy szerb lottósorsolás, ugye mi történt, már a rendőrség is vizsgálódik, és elemezzük majd a videót, de a lényeg tulajdonképpen annyi, hogy a képernyőre előbb írták ki az egyik nyerőszámot, mint azt kihúzták volna. És technikai hibáról beszél az állami szerencsejáték vállalat. A nézők azonban hát azt mondják, hogy egyértelmű csalás történt, és már ugye az ügyészség is vizsgálódik, rendőrségi kivizsgálat. Óriási balhé. A videó valójában tényleg nagyon ciki. És anyu hogy izgul? Szegény a műsorvezető. Anyu nem rossz, tehát tegyük hozzá, hogy anyu azért elterelte a csalásról a figyelmet, hogy vagy legalábbis próbálta. Ez is a terv része. Lehet, hogy ez is a terv kicsit része. A bekoltást lejjebb húzta. Nem koncentrál semmi másra. Na, de nézzük a videót, hogy mi történik a lottó csalásnál. Azt mondja, hogy várjál, nem tudom, ezen a gépen meg tudod nekem nyitni, Zsül, esetleg megtalálod valahol? Hogy legyen a hangja is. Elindul a lottó sorsolás, addig azért nézzük hang nélkül, teljesen mindegy, bár ahogy beszél a csajszerből, az nagyon szórakoztató. És ugye kihúzzák az első számot, ami minden rendben van, a négyest. Örülsz, nézed, hogy nyertél-e, kihúzzák a négyest, oké, minden rendben van. Menek tovább, a sorsolásnál a csaj nagyon beszél, nagyon mosolyog, nagyon minden rendben van, és a szisztéma ugyanaz, ugye nálunk hol kézzel húzzák, hol ugyanez, hogy egy golyó fölragad. Igen. Ugye? Ilyen fölragadós az övéké is? Ugyanígy, hogy mennek egy búrában a labdák, és hirtelen az egyiket beszippantja. Aha. Beszippantja a gép. Jó, tehát nem lottóanyú indítja, meg nincs semmi, automatikusnak tűnik a szerkezet, és akkor mindig kiírják a számot, meg mutatják is a gömböt, ugye? Mutatják is a gömböt, így aha. Van. Elindul ugye a második szám. Na várj, akkor most már hanggal is tudjuk nézni. A szindikátus egy hadsereg. A szindikátus egy hadsereg. Hasonlít a szernyelv a magyarra. Lefutatjuk. Itt még Rékasi a hangja? Mindent be fognak vetni ellenünk. Hamarosan. Le akarod győzni a szindikátust? Na mindegy, jó. Oké, azt, hogy átug Tom Cruise által legyőzi a szindikátust. Na oké. Itt van. A hangot figyeld. Indul a sorsolás. Na, kedves nézünk. Szeretettel. Az első nyerőszám a négyes. Četiri. Megvagyunk a négyesen. Izučenje broj, četiri. Stiže nam i drugi broj. Itt még most drága barátaim, drugi broj.
Igen, hát ahogy mi is. Milyen menő lottosolás lenne. Megérkezik a következő nyerőszám, ami a 33-as. Feliratban te meglátod a 4-est és a 33-as számot. Egyelőre ugye minden rendben van. Most kezdődik a bonyodalom. A kislány nagyon mosolyogna, csinos, dekoratív. Jön a harmadik szám, amivel még szintén minden rendben van, mert a harmadik nyerőszám a 12-es. Uh-huh. Jól mondtam? Ja. Harmadik nyerőszám, ugye egészen jól hozom. Áró reszkedhet, Kovács kolléga. Harsány és az Áró nincs veszélyben van, igen. Most próbáljuk úgy nézni, hogy összeesküvés elméleteket is gyártunk, és mennyi szól a matematikai véletlenben. Tehát vizsgáljuk meg mind a két oldalt objektíven. Ne kiáltsunk egyből csalást, nézzük meg a két oldalt. Akkor tényleg kitakarom a csajt. Jó, te is próbálj a számokra koncentrálni. Itt már mondja a nyereményeket. 4-es, 3-as, 12-es. Így van. Na és most jön a baki. Az első baki. Megérkezik a 27-es. Ezt a gép kihúzza. A gép kihúzza a 27-es számot, figyelj. Uh-huh. A gép kihúzza a 27-es számot, a csaj bemondja, hogy 27-es. Erre feliratban a 4-es, a 33-as és a 12-es mellé a 27-es kihúzott szám helyett megérkezik a 21-es feliratban. Aha. 27-es van kihúzva, közeliben mutatja a kamera. Feliratban feljön a 21-es. Egyes. Mit gondolok én, mint néző? Hogy elírták. A hülye technikus. A aki hülye szegény, ott nem ír. Lát. Aha. Izgul. 27-es, 21-es, lehet, hogy nem tudom, szerbi a 7-es, 1-es összehangzó. Meg ő is a tévén nézi, gyakorlatilag annak a 7-esnek lehet ott a kis felső pipája, olyan 1-es szerű. Hogyha megnézitek, nagyon hasonlít egymásra. Tehát nem sziszenünk fel, ugye? Nem sziszenünk fel, 27-es, bár nagyon sokáig nagyon fixen mutatják közelébe a 27-est. Erre így ráírni a 21-est egyébként nagyon nagy hiba. Na akkor te vagy az összeesküvő elméletes, én meg az átlag. Okay. Néző, azt mondom, hogy semmi gond, 21, jó. Följön, fönnmarad a 21-es, tehát van már a 4-es, a 33-as, a 12-es és a ki nem húzott 21-es, mint feliratban fönnmarad. Följön mellé a 27-es. De fönnhagyja a 21-es. Fönnhagyja a 21-es, igen. Így van. Pardon, sa 4 pogotka imamo 28 kombinácia. Na itt ugye mondja, hogy a 27-es kombináció, és közben a 21-es van, még mindig kint feliratban. Sa 5 imamo 28, ja se izvinjavam. Hogy tossza meg ezt el. Teljes káosz, kislány balra néz, jobbra néz, még mindig kint van a felirat, 4-es, 3-as, 12-es, 21-es, 27-es, majd újra elindul a húzás. Aha, tehát kint van 5 darab nyerőszám. Így van, tehát még csak 4-et húztak ki. A 21-esről szó nincs. Aha. Elindul újra a húzás, és ugye itt teszik föl az íre a pontot, hogy a technikus rosszul írta, mert a 27-es helyett kiírt a 21-est, igen. Majd az utolsó húzásnál pedig kihúzzák a 21-est. Igen, szerencséjük volt. No! Szerencséjük volt, hogy pont az jött. Várjál azért kicsit. Tehát felírta a 21-est, aha. Ahelyett a 27-est kellett volna, és hát nem kijött a 21-es utána. Ugye? Tehát tételezzük föl, hogy... És utána még elindul a teljes káosz egyébként. Igen. Feliratokban. Utána megjelenik 5 darab 27-es felirat. Tehát a feliratozó nem volt a helyzet magaslatán. Vagy 4 darab 27-es felirat. Leveszik gyorsan a templétet, tehát az eltűnik. A kislány nagyon néz. Balra néz. Én is néznék. Aha. Ja, csak zamoliti gospodina Škorića, samo da vidimo. Elnézést kérünk a problémáért. A technikusaink dolgoznak a problémán. A grafikusra kenik az egészet. Majd újra feljön a felirat 4 darab 27-es számmal megint. Aha. Ez egy régebbi program lehet, ami nem lehet törölni benne. Utána jön a szám 4-es. 33-as. Feliratokba jönne. 12-es. 27-es. És nem jön ki a 21. Nem tudja kirakni. Na, mire, itt még szórakoznak fele, aztán végül is felállítják a helyes sorrendet. Nem volt elitalálatos. Nem. Ja, és nem hogy, is hogy volt elitalálat. Igen. Nem a csaj volt. Azért nagyon zavarban van. Tehát az látszik, nyilván ő semmiről nem tett, semmit nem tud, hostess saj, odarakták, bébi, mondjál 5 számot, vedd föl a fizetésed, aztán gyere, jövő héten legyél megint szép. Nagyjából ennyi. Ugye? Tehát ő nyilván nem tud semmiről, zavarban van, próbálja kezelni a helyzetet. Ezt kint nem mondta a vezérigazgató úr. Azt nem mondta, hogy ez egyre izgalmas lesz. Ezt nem mondta senki. Na. Szóval akkor vizsgáljuk ezt meg, hogy ez hogy történt. Hát kellemetlen. Én azoknak nem lennék a helyébe, akiknek mondjuk
azon a héten volt 3-27-esük. Hogy mert írt? Most négyet is kiúztak. Na jó, de amikor ugye kijött a 27-es. Aha. Igen. Ugye? Akkor ő hogy írta ki korán a 21-eset? Ott még tehát elfogadható. Ott még elfogadható lenne. Elbaltász, amit a utána Jani megjött a 21-es, tehát korán írta ki a 21-es. Igen. Na jó, de amit a Jani mondom, az ugye az 1-esnek a felső része kicsit lejjebb, igen, a 7-es pedig benézte az ember, tehát 27 helyet beírta, hogy 21. Igen. És utána már a matematikai esélye annak, hogy te kihúzod a 21-est. Igen, ha a 90 számból húznak, azt nem tudom, abból lement 3 szám. Hát 3 szám lement a 90-ből, akkor 87 az 1. Na, hát az már, érted, az már beeshet. Na jó, de azért nem gyanús, hogy te kiírod a 21-est. Utána, hogy a 27-est húzza ki, majd kihúz a 21-est, tehát ez úgy néz ki kívülről, mintha ő korán feliratozta volna. Azt kellene megnézni egyébként, hogy az előző heti nyerőszámok mik voltak. Mert az lehet, hogy volt-e esetleg 21-es, és az benne maradt a gépben. Tehát ez egy érdekes, na, csak ez egy érdekes ne, dolog. Nem ürítették ki, mi megrázzák a sorsolás végén, és remélem, mint kiesett. Rohadt Windowsból jöjjön már ki. Szóval azért ez barom picit, érdekes. Picit kellemetlen. Picit kellemetlen. Igen, amikor azt érzi az ember, hogy esetleg a szoftverkezelőjének előre fel vannak írva a számok, és akkor így szépen van, egymás után azokat dobálja be, amik fel vannak neki írva. És még egy érdekes dolog, hogy ugye emelkedő számsorrendbe szokták tenni a végén, tehát először kihúzott, hogy 86-os, igen, 12-es, 37-es, 20, és a végén ők kiírják, ugye itt is kiírják emelkedő számsorrendbe. Próbálják, csak a technikus nincs a helyzet magaslatán. Na hát akkor ez volt a gond, ugye, hogy az ő agyába egy kicsit megborult a sorrend, ha megvoltak előre a számok, és azért 21-27, hát így van emelkedő számsorrendben. Tehát ő emelkedő számsorrendbe kezdte kiírni, de ugye a húzás nem emelkedő hát, számsorrendben van. Igen. Aha. Igen. Uh-huh. Lehet, és aztán hogy egy picit még ráerősített, hogy ilyen 4-es nyerőszámra a 27-re azzal, hogy 4-szer egymás után kiírta. De az is vicces, ha az, ha belegondoltak, hogy kiírja a rossz számot 21, és nincs egy izé, egy delete gomb, hogy azt kitörlöm. Mert nem, arra hát utána teljes rám, volt, szóval utána teljes volt, teljes volt a zavar, de hát azért azt, igen, szóval azt, igen, utána már a felirat teljesen zavart volt, de annak mennyi az esélye, hogy kiírja a 21-es, majd kihúzzák, utána kihúzzák a 27-est, és a 21-es, és utána pont a 21-est írják ki. Hát, kevés. Óriási balhé van belőle, vizsgálódik az ügyészség egyébként. Ja, a sorsolási bizottság mindent rendben talált, tehát nem rendeltek el új húzást. Jó, persze. Nem rendeltek el új húzást, és nem volt ötös. Persze felébredt a közjegyző, tudod, ezért, hogy kérdezem közjegyzőket, hogy mindent rendet. Igen, a sorsolás során minden lenne. Azért ez nagyon kemény. Picit azért ez nagyon kemény. Ha csalnak, hogy csalnak? Tehát hogy varázsolják? Ugye kidob a gép nekik egy kombinációt, hogy ezt, ha kihúzzátok, nem lesz ötös. Mert az összes bejött kombinációt egy számítógép feldolgozza. De akkor hogy varázsolják oda azt az 5 darab golyót? Fogalom, nem tudom. Uh-huh. 90 golyóból 5-öt oda szipkázni ehhez a csőhöz. Tehát vagy mágnes van benne, hát valahogy akkor, a ha ez csalásról. Egyébként az államügyész is bejelentette, hogy vizsgálódás van. Aha. Az azért ez egy jó szép gesztus. Meg mindenki megszólalt, okay, hogy kormányfő is az ügyben. Igen. Ez egy szívó cső, hogy ami oda vonza. Ha könnyebb a nyerőszám, akkor ja, könnyebben oda vonza. Igen. És miért nem egyszerre 3 próbál meg oda tolakodni? Ezek után vegyél lottót, nem? Hát igen, a legnagyobb baj ezzel ez. Nézett, szóval ez Szerbiában történt, kicsit eltújjuk magunktól, bemegyünk holnap a lottozóba, ugyanúgy megveszünk. De azért tételezzük, hogy ez Magyarországon történik, azért holnap nem úgy mész be. Ugye? Hogy azért akkor úgy... Miért nem húznak kézzel? Tehát nem is értem. Miért nem szűrik ki a gépi lehetőséget a lottós? Sosem mondják azt, hogy milliárdokról van szó, te is sok pénzt költesz rá, adó fizetünk belőle, mit tudom, nem tudom, te is sokat, keveset keresel, sok pénzt költ, húzzunk kézzel. A kézi sorsolásnál az nehezebb. Is, nem, ott is van, te is tudod. Hideg golyó, meleg golyó. De ne, várjál, ne felejtsd el, civilek ülnek be, civilek húznak. 5 embert megkevesztegetned. Na de minden héten 5 embert megkevesztegetned, azt nem, az a rendszer nem bírja. Jó, de hogy, Marika, onnan jött, ott Mezővásárhelyre, ha Marika néni, ápolónő, 8 éves, mondjuk már el Marikának, de... hogy csalunk, és húzza már ki a meleg golyót, mennyire de Marika 3 hétel ezelőtt Terike volt. És Marikát, Józsit, Bélát, Gábort és Dénest behívják egy külön öltözőbe, és na, elmondják nekik, hogy csalunk, 100 000 a forró meg egy golyót kéne kihúzni. Nem már. Miért nem csinálja azt a szerencsejáték RT? Kézi sorsolás, csókolom, sok pénzről van szó, milliárdokról. Nem csalunk, már nem itt, hanem mondjuk Szerbiában. Húzzanak kézzel, mindenki megnyugszik. Tehát neked a kézi sorsolás az egy olyan abszolút biztosnak tűnő pont, szimpatikus.
És akkor Marika néni, aki két hete még idénke volt, bekötött kézzel jön be, mert múltkor is megégette a golyó a szívembe. A bal lefagyott, a jobbat tényleg leforráztam. De kell, le van a tököm. Volt már ilyen, nem tudom, a Bajnokok Ligája, vagy nem tudom, hol sorsolták. Emlékeztek, amikor összesorsoltak különböző csapatokat, és a próba sorsoláson előző nap, két évvel ezelőtt BM, előbb nem tudom, sorsoltak. És a próba sorsoláson az előző nap kihúzták ugyanazt, mint másnap az éles sorsoláson. Teljesen megegyezően húzták ugyanazokat a golyókat. Ott is azért sokan felkiáltottak, hogy jaj, itt valami nem stimmel. Hideg golyó, meleg golyó. Nos, ha hideg golyót teszel, azon kicsapódik a pára. Igen. Meg a meleg golyó, tehát azon látszik valami, ezt nem tudod megkülönböztetni, ráadásul tételezzük fel. Rákóczi Ferenc, jöjjön húzni. Jövök. 5 darab hideg golyó van a 85 darab langyos golyóban. Hát kevergetni kell egy kicsit. Talált már meg. Azért. Na de akkor elnézést, nem találom, hát azt hír, hát az kiszól. Ez mintha kiszól élő adásba, azt tesznek, hogy elnézést, nem találom. Hát gondold, egy civilt erre nem tud, mit nem talál. Hát egy civilt erre nem tudsz rávenni. Itt kézi sorsolást a lottósokra. Nem? És megvagyunk. Szerintetek csalás vagy nem csalás? Hát, szerintem fatális véletlen. Így fatális van, véletlen szerintem? Szerintem igen. Igen? Szerintem igen. Ez annyira amatőr, tehát hogyha csalnak, tegyük fel, akkor azért ez sokkal, de sokkal jobban ki van találva, és nem egy, hogy hívják, egy félretart technikus tűzhet meg a szoftver mellé. De félretart technikus. Na, most akkor tessék, oké, menjünk vissza arra, amit te mondtál, hogy nem, Marika nénnek nem lehet elmondani. Mondd már el, igen. De Katinak, aki 23 éves, és másnap bemegy a munkahelyre. A technikushoz odamész, és azt mondod, na, akkor ezt az öt számot kell beütni. Van a kulcsos ember, aki beavatott, aki intézi a szoftvert. A kulcsos ember. A kulcsos, aki tudja, hogy tudja a számítógép az öt golyót kihúzni, mágneskábelre, nem tudom, és ő egyben a feliratozó. Tehát ő az egyetlen ember, aki ezt az egészet intézi. Berakja a 90 golyót, beállítja, átnézi a sorsást, most ott ül Marika, a sorsási bizottság elnöke, mit tud azt? Semmit. Ő rendben van, mire? Igen, rendben van, mire? Mit tud? Semmit. Ott egy kávét kapott. Egy hermetikusan bezárt szobában, a szoba előtt két, hogy hívják, a délszláv háborús veteránál, kalasnyikóval, nem engedik senki. Ha csalnak, valakit be kell avatni. Hát valakit, igen. Ha csalnak, valakit be kell avatni. Van a technikus, ugye ezt azért itt Magyarországon is elmondta a Szerencsejáték RT képviselő, hogy van egy technikus, aki feliratoz, aki ott van, egyetlen egy ember fér hozzá a számítógéphez. Most ugye nem azt mondjuk meg, én nem azt látom, hogy Magyarországon csak azt, én most a szerbekről beszélek. Azért ez elgondolkodható. Persze, matematikai esélye van. A televízió műsort, akik csinálják, ott van egy külön ember, aki kiírja a számot, érted? Hát mi van, ha az egyetlen? De nem lehet, hogy ő a szerencse, a helyi szerencsejáték ZRT-nek, ő az az ember, aki beteszi a golyót a dobozba, mert ellenőrzi a gépet, és aztán odaül a tévé közvetítés föliratozó gépéhez. Hát de erről beszéltünk két hónappal ezelőtt, hogy valakinél volt a kulcs és a szoftver. Ő megmahinálta a gépet, nála volt a szoftver, ő tette ki a feliratot, és lebukott, és bement a hülye, és föladta a saját számait. Aha. És úgy bukott le, hogy át akarta venni. Hát pont két hónapja volt nálunk hír. És mindent ő irányított egyben. Megmókolta, föliratozta, fölrakta, majd föladta a szelvényét. És megnyerte. Csak rájöttek a felvételnél, hogy az alkalmazott akarja felvenni a lóvét. Mert én próbálom őket menteni, mert ha külön technikus van a televízió műsor feliratozására, annak nem kell tudni a számot. Hát az látja, hogy kihúzzák, hogy 27 beírja, kész. Érted? Tehát azért lehet fatális véletlen, mert ő tényleg a 7-est 1-esnek nézte, beírta a 21-est, és erre ráhúzott. Most félted a vajdasági hakniaidat? Hát egy kicsit igen. Figyelj, a laknak ott ismerősök, irgalmatlan jó pálinkát főznek, hát ne bántsuk őket. Ha na mindegy, hát a 9 óra után még elérünk valakit a szerencsejáték ZRT-től, akkor fölhívjuk őket, hát ha tudnak nekünk. Csak hogy mi a véleményük egy ilyen ügyről? Hát ez nekik se jó, ez most sehol nem jó a szerencsejátéknak, nem? Hát főleg, hogy ez itt történt a szomszédságunkban, hát akkor ez sehogy nem jó egyébként, senkinek nem tesz nem, jót. Nem. De én egyébként abban sem hiszek, hogy mondjuk a kézi sorsolást ne lehetne. Hogy? Ezekkel az álcivilekkel megoldani. Hogy? Érted? Hát, hogy ha a NAV-nak vannak mondjuk olyan alkalmazottai, akik eljátszanak bizonyos szerepeket alkalmanként, vagy azt látod, hogy mondjuk egy hírműsorban elő-elő bukkanak ugyanazok az arcok szemtanúként, jó, csak igen. Más néven, hány lottóhúzás van, egy évben? Hát 52. 52. Kb. Körülbelül. Mondjuk, ha minden évben húznak. Karácsony, húsvét, minden évben húznak. Semmi se szent ezek, ha rohadt életen, 52-szer húznak. 52-szer 5. Az 250 ember évente. Aha. Az azt jelenti, 10 év alatt 2500 ember tudja már, hogy kamu, és 2500 embert ez senki nem megkezi, ez irracionális. Figyelj, ugyanaz Lászakál megy körbe. Marikának is? Igen, és itt van velünk Marika néni. Itt van velünk Marika, egy csokolom rohadt megy Lászakába, brutál barkóval.
Én. Nem tudom. Túl nem. Sok tesztoszteron volt a mákos tésztában. Akkor miért hagyta kint a számot? Ha észrevető, hogy rossz számban kint. Mert bénezett, a pánikba esett a nyomorult. Tehát, hogy biztos az lehetett, hogy elkezdett rögtön kapkodni, marhára nem volt felkészülve az kint egész szituációra. Kint hagyta a 21-et, és bejött a 21-es. Jó, utána meg beírta 4x a 27-es, tehát, hogy azt meg mi na, van ott magyarázat. Na, ott volt terelés. Beragadt az enter. Beírom 4x a 27-et, hogy feliratja. Most összezavarom őket. Igen. Írd be a 27-et 4x. Most egy smiley jelet, most középső újat, most... És egyébként ilyenkor ott ülnek ezek a nagyon jól képzett közjegyzők, és senki nem mondja azt, hogy álljunk meg. Gyerekek, nézzük már meg. Igen. Nézzük meg. Nem, csak a veterán visszanyomta a székébe. Aztán te itt maradsz, nem mész sehova. Tudjuk, hol laksz. Tudjuk a családodat, és ismerjük, nem mész sehova. Tehát senki nem mondta azt, hogy húzzunk már egy újat. Ne csináljuk már, húzzunk már 5 darab újat. De miért most hogy mondták volna? Na, remélem mindenki érti a viccet, most újra kezd. Hát nem, technikai hiba történt, a sorsolás tisztasága miatt húzunk újat. És akkor megadjuk az esélyt annak, hogy újra legyen ötös, és mindenki megnyugszik, hogy újra. És van. Akinek mondjuk megvan a 4 szám az 5-ből. 4 szám volt, a mennyi? 6000, a 4-es az 6000 din. Az mennyi? Dinár. Din? Az oké, hogy mennyit számoljuk át? 6 din, 6000 din. 6000 din, nem tudom, hogy váltják a most mennyi, a dint. Most momentán nincs csak. Azért dinem. Kérdezem, hogy mennyi pénzért tették kockára? Tehát, hogy körülbelül mi a nyeremény? Ugye azt is érdemes megnézni, hogy 1 millió forint, vagy az 5-ös az mondjuk nem, mennyi volt az 5-ös? 50 millió, 100 millió, tehát mi az összeg, amiért esetleg a hitelességet próbálták, ugye? Hát ugye 5-ös nem volt, de 4-es lehetett ebben a számsorban, tehát azt kockáztatod az újrahúzással, hogy van mondjuk 5 darab 4-es, aki azt mondja, hogy elmentek ti a francba, nekem 4-esen volt az eredeti szám szerint. Most az van, hogy ugye 7 találatos nem volt, és azt írják, hogy a következő héten a szerencsés nyertes akár több mint 1 millió eurót is hazavihet. Keressünk valakit, aki húzott már, jó? Drága hallgatón, ha van köztetek valaki, aki ott volt egy lottósorsoláson, és húzott számot, volt-e szobában, kapott-e pogácsát, ott volt a másik 4 húzóval, aláírattak vele valamit. Mikor tudta meg, hogy ő fog húzni? Mert állítólag, hogy ott sorsolnak a 100 jelenlévőből, a 23-as széken ülő húz. Kértél 100 000 forint? Nem, így van, vagy én már régen láttam ilyet, nem? És lesétál húz. Jelentkezzen valaki, aki már húzott. Így van. Az elmúlt 30 évből húzott 5000 ember. Tényleg tetszettek neki a harsány lelvi poénjai, vagy csak a 3000-ére höve? Jó, tehát találjunk egy, már akkor legalább a kézi sorsolást kizárjuk. Igen. Keressetek meg bennünket, ha húztatok, írjatok SMS-t, hogy hívjátok Annát, legyen legalább egy kézi húzónk, aki elmondja, hogy volt-e meleg golyó, hideg golyó. Nem gondolnám egyébként. Igen. De nem mondhatja el, mert elveszik a 3000-et visszamenőleg. Tudok úgy kérdezni, hogy elmondja. Kiszedett belőle? Kiszedjük belőle. Most, hogy mondja Balázs, az egyik, mintha egy kicsit tüzesebb lett volna. Olyan volt, mint a férjem golyó. Igen, de még forró a kóta. 22 évesen. Bár a férjem sose volt ennyire csempe. Na jó, oké, tehát nézzük meg, hogy ki az, aki húzott már, jelentkezzetek, legalább azt tudjuk kizárni akkor. Jó? Aki egyébként ezzel az egésszel nagyon csúnyán megjárta, az egyetlen ember, mert a műsorvezető lány, mert hogy őt gyakorlatilag mindenki megtalálja az utcán, senki más nem tudnak arcról beazonosítani, ő állt. Szemetek! Láttak! Csaló! 3 forint egy szerb díj. Rindyó! Igen, én átváltottam a 6000 dinár, az egész pontosan 15.423 forint. Megéri. Aha. Azért már megéri egyébként. Na jó. Oké, várjuk az SMS-eket, jó? Aki húzott kézzel, jelentkezzen. Nálunk mi pedig jövünk, Ákos híre jutam. Nyakonvertük. 3:48 lesz 2 perc múlva. Muszáj gyerekek beszélgetünk még, mert lottó sorsolás lázban égek. Nein! Tudni akarom, így van, mi most történt? Feladjad, ne adjad. Hát megvannak a számaid, de mi történt? Tudni akarom, hogy mi történt. Jó, nem Szerbiában lottózunk. Nem, persze, nyilván nem, de hasonló a rendszer, és az ember elgondolkodik, hogy mi történt. Azt mondja, hogy kézi sorsolás manipulálása. Írja valaki, minden golyó minden számot meg tud jeleníteni távirányítással, a kihúzott golyót beállítják a kívánt számra. Ez simán megoldható, írja Laci. Laci, ne írjál nekünk, telefonálj be, és mondd el, hogy. Jó? Erre vagyunk kíváncsiak. Tehát van benne egy kis tévé? A hizében kap egy jelet, azt átvált? Igen. Na, van még egy jó piros SMS-ünk, de közben vannak hallgatóink is. Mi van?
Igen, hát keresünk valakit, aki már részt vett a lottó szám húzáson, és hát ide kívánkozik a nap SMS-e. Igen, de ő egy másik, tehát azért nem akarom még beolvasni, mert ő egy másik, aki jön a pirosra, gondolsz? Nem arra, ami háborogtunk. Igen. Én már húztam, nem nyilatkozom. Ja, hogy azt értem, igen, bocsánat, nem kapcsoltam, igen. Tetszik tudni, nem nagyon írtuk volna be egyébként a számot, csak így hasraütésszerűen, és nem hívtuk volna fel, én már húztam, nem nyilatkozom. Teljesen fölösleges erre elkölteni 20 forintot, hogy húztál, de nem nyilatkozol, el se küld nekünk. Ez a Bali 2500 emberből 60 rejtélyes módon eltűnik, 30 természetes úton hal meg, 10 meg tanulvédelmi program keretében elérhetetlen. Tehát effektíve így tudják ezt megoldani. Jó, mi maradjunk a szerb lottósorsolásnál, tehát nem akarjuk mi a magyar lottósorsolást bántani semmilyen módon. Csak ugye hát hasonló a gép, és hát ilyenkor azért ki ne gondolkoznál, hogyha ott ez történik, vajon mi van az ő kis pénzével, amit minden héten bekocog, és felad a lottózóba, hogy szép háza, szép autója, szép barátnője, szép felesége, vagy csak brutálisan sok pénze legyen. És hát az ember eljátszik a gondolata, hogy na vajon mi a fene volt. Ez van egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt neked, sziasztok! Hello, szia. Laci! Úgy van, igen. Igen, azért Laci, mert maradjon a nevem, látom. Aja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 j
Igen. Aha, tehát akkor... Egy két hónappal ezelőtt történt, és gyorsan bele is kezdett a dolgokba. Két hónappal ezelőtt, tudjátok, kézihúzás, piros golyó ki, mit csinálsz? Odadod a hölgynek, ő nyitja szét. Aha. Megfogtam a golyót, szétnyitottam. Na már, tehát te voltál ott, milyen lottó volt? Két hónappal ezelőtt hatos, kandi, ötös, mi? Ötös. Tehát benne voltál a tévében, te húztál ki egy számot. Úgy van. Igen? Széttekertem, de akkor már a csaj nyújt volna, érted? Széttekertem a golyót, 30 valamennyi volt, és átugrott 40 valamennyire. Az anyja. Mi csodás? Ezt nem teljesen értem. Úgy mondom, Balázs, hogy a mai technikában egy kislapos telefonba belebírunk tenni bármilyen technikát. Szerinted egy akkora golyóba olyan kijelzőt tesznek, amilyet ők akarnak. De voltál bent az ötös lottó sorsoláson? Még egyszer. Ki volt a műsorvezető? Fogalmam is nincs. Életem egyszer volt. Hogy jutottál oda a húzásra? Lottó felvény. Beadott, kitöltött, jelentkezzel, szólnak, le. És ott ültél bent a közönségben, és kisorsoltak húzni? Igen. Aha. Uh-huh. Kimentél, kihúztad a golyót, és az úgy van, nem úgy van, hogy neked kell kibontani, hanem az kiveszik a kezedből, és ott a hostess... Odadod a hölgy. A hölgy nyitja ki, de te kinyitottad, és láttad, hogy ez 30... Ott a gyerek vagyok, majd segítsek neki. Hát világos, úri ember, és ott láttad, hogy ez 30 valamennyi, de mikor a lányhoz... Hármas volt benne, amit láttam, 30-nak gondoltam, hármas volt benne, de gyorsan nyúlt oda, érte, vette, hát, és mutatta föl, hogy 42-41, fogalmam sincs, de valami 4-es volt benne. Tehát átváltozott a szám. Na de ez mikor volt? Konkrétan? Két hónapja. Két hónappal ezelőtt, de nem Laci néven voltál bent. Nem Laci néven. Nem. Mitől félsz, hogy miért nem mered elmondani az igazi neved? Vagy... Igazából ez maradjon titok. Ez maradjon titok, mert... Na de úgy tudnál világban... ezt a történetet hitelesíteni, nem? Ha elmondod, itt voltam, gyerekek, nincs mitől félnem, benn voltam, visszaellenőrizhető vagyok, így hívnak, ezt láttam. Tehát ez nem fognak eltenni lábalól, vagy azért ez nem a... Eltenni nem tesznek el lábalól, ez tény is valami, mert nem bírnak. De mégis úgy van az emberben egy kis tartás ilyenkor. Uh-huh. Már milyen tartás? Pont ettől, hogy ezt az egészet ugye úgy irányítják ezt az egészet, nem jó ezzel játszani. Nem jó ezzel úgymond manipulálni. Aha, óvatosan vezess, már egy fekete autó leszorítsal az útról. Hol volt a sorsolás egyébként? Hol volt a helyileg? Pesten. De Pesten belül? Hát, ahol szokott lenni. De hol van? Most gondolom kételkedsz ebben az egészben. Nem, csak kérdezem, hogy hol volt a sorsás, mert tudom, hol húzzák, hogy hol mentél helyileg. Igazából megmondom, vidéki vagyok, ne Pesti. Vittek? Ezt vittek. Hát, hogy mentél oda? Hova? Hányadik kerületbe mentél? Hova? Akkor helyileg nagyjából, hova mentél? Fogalmam sincs. Nem tudod, hogy... Bármi történhetett. De mi hoztak, vittek? Vittek, igen. Tehát hogy nézett ki, ahova bementél? Mi volt? Épület. Nagy nem stúdió. Rossz. Aha. Mit mondjak róla? És nem tudtad, hogy hol vagy, nem tudtad, hogy mi ez, nem tudtad, hogy semmit nem tudsz felidézni. Hát egy épület belső. Nagy csarnok, virágok. Bekábítózták. Aha.
nem kivitóztak el. Na jó, hát nekünk ennél azért kicsit több kell, hogy hitelesnek tudjuk ezt a dolgot tartani azért, megmondom őszintén, mert azt nem tudod, hogy hol voltál, nem tudod, hogy pontosan hogy nézett ki az épület, hányadik kerületben volt, hol húztad, azért ez így egy ki volt a műsorvezető, azért ez így nehéz, hát ott áll melletted a hostess csaj, és közben a műsorvezetők folyamatosan beszélnek. Hát, hogy nézett ki a műsorvezető? Farmer, öltöny, kabát, ing. Zokni, alsónadrág. Aha. Zokni, standa. Igen, egyébként meg örülnek, hogy nem 30 volt, hanem 40, okay. Mert itt írja a hallgató, hogy azért te több pénzt kaptál. Igen. Mert ugye hogy minél nagyobbat húzol ki, azért annál több a... Laci, bocs, nekem ez nem annyira hiteles ez a sztori. Köszönjük szépen, hogy elmondtad. Ívesen. Kösz, ciao. Hello. Nem, ez ennél azért picit több kell. Minden verziót meghallgatunk, de ennél azért egy picit több kell. Nem tudom, hol voltam, nem tudom, kivitt, nem tudom, hova ment, nem tudom, milyen golyó volt, nem tudom, ki volt a műsorvezető, nem tudom, mi történt. Hoztak, ez csak megerősíti a sztorit, mert rájöttek, hogy Laci észrevette, hogy csalnak, és azonnal törölték az agyát. Nem, elmondom, mi van. Törölték az agyát, és az álmában elvitték egy másik lottósorsásra, felépítettek neki egy stúdiót, és az egészet eljátszották, hogy ez csak álom. És lediszponált a 100 statisztát hangárba. Elvitték Lacit, nem, hát azért ennél egy picit azért ez több kell. Vagy nekünk több kell, vagy hát egy-két keresztkérdés, azért az emberek kell tudni válaszolni, hogy azt gondolja egy műsorvezető, hogy hiteles egy névtelenül valahonnan betelefonáló viszont, valaki. Tehát a szerencsejáték ZRT-nek ennyi is elég volt most, hogy... A hónap dolgozója vagyok, csak igen. Mondom, hogy egy köszönő levet a szerencsejáték ZRT-től várok az e-mail címemre, hogy azért ezt így kell csinálni. Nem hiszünk el egyből akármit, nem? Megmentettük a Mundér becsületét. Majd elküldöm az e-mail címemet. De Laci meg a számlaszámot. És a számlaszámomat is. De Laci, ne lepődj meg majd rajta, hogyha valamikor a napokban, a postaládatban egy véres négy levelű lóherényt találsz. Igen, nincs hallgató, aki ott volt és tényleg húzott? Zsolt. Hello Zsolt, itt voltál? Vagy itt vagy? Zsolt. Itt vagyok. Hello. Te voltál sorsolásom. Így van. Szerinted Laci igazat mondott te. Azon a sorsoláson voltál-e, amin Laci? Nem. Igazából én 4 éve voltam 6-os sorsoláson. Azt, hogy a Laci mit tapasztalt, azt ő tudja. Én azt tapasztaltam, hogy korrektül mentek a dolgok. Aha. Igazából 6-os sorsoláson voltam. Bementünk, mutatták a stúdiót. Megmutatták, hogy hol leszünk a paraván mögött, és honnét kell kijönni. Meg volt az, hogy milyen sorrendben húzzuk a számokat, és hát ennyi. Mégis nem éreztünk semmi ilyesmit a golyókon, most meleg, vagy hideg, vagy... Nem, ilyen. Hát igen, azért ez többen érkezik, 40 fokos stúdióba berakasz golyókat, egyrészt párásodik, kettő, 5 golyóval csöpög a víz. Húzzatok bele, melegszenek a golyók. Hát, folyik a víz a 6-osról. Szerintem korrektül ment a dolog, abszolút. Meg ha egy kicsit talán belegondolunk, és nem vagyok a szerencsejátéknak itt a próbó embere, de most lehetne kérni tőlük egy számot, hogy egy héten milyen összegbe adnak fel az emberek lottót, és gyakorlatilag pár hét alatt, ha jól tudom, összejön az a összeg, amit mondjuk egy 5-ösnél kifizetnek. Tehát igazából nincs szerintem érdekük. Nem áll érdekükben, hát egyszer kiderül oda a hitelesség, persze. Ki tudják fizetni simán az összeget, úgyhogy nem hiszem, hogy szólnának vele. Igen. Köszi, hogy elmondtad. Maradj játékra. Jó? Jó. Okay. Óven bácsizzunk egyet. Ha már itt vagy, és ezt így elmondta. Jó, nekünk hitelesebbnek tűnik, mint az előző hallgató. Legyen. Neked elhiszem, hogy ott voltál. Na, játszunk egyet, figyelj! Márján. Nem gond, ha nem vágod a pároluktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Na, figyelj! Mutatjuk, hogy mit csinál Óven bácsi, Beru néni, jó? A rádió hullámokkal manipulálják a 5-ös lottónak a kihúzását. Az agyunkat hárpozzák. Artudito, igen. Figyelj, ez egy sorozat, de nem mondom el, milyen sorozat, azzal sokat segítenék, úgyhogy jön egy rövid részlet, figyelj. Jaj, ist. Hát, még nem kérdeznék rá. Jó, ne kérdezz, rámutatjuk addig még egyszer, figyelj. Igen. Szép zene. Ez ilyen nyomozós. Aja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 j
Figyelj, Zsolt, mutatjuk. Hú, akkor nem.
Tippet sincs. Tippet sincs. Mutatjuk még egyszer, hát a nem, pedig annyira jó kis zene, figyelj. Még ki is mondják a nevét, ott van a neve. Nincs meg. Hát, ez a South Park. A South Park lett volna. Nagyon, hát ez nem. Most nagyon nem szoktam nézni. Nem? Abszolút, nem. Úgyhogy nem vagyok vele képben. Nem, igen, hát ez igen, az ember vagy nézi, vagy nem, igen, akkor tudod. Persze, abszolút nem nézem, mert nagyon sokat tudtam, idáig ezt most mondtam. Zsolti, köszi a játékot, a sztori jó, hogy sajnos olyan csomagot nem tudunk. Ja. Nem okay, tudunk. Köszi, ciao. Szia. Hello. Zoli vagyok, nem tudom, hogy hívnak, hol lakom, ezért most hazamegyek. Igen, elvitték Lacit Pestre egy nagy épületbe, az ajtó fölé ki volt írva, pszichiátria. Most jön. László, csúnya dolog, ez a kábítószer, írja valaki. Jó, még csak kételkedtünk igazából, nem mondjuk azt, hogy nem hittük el, csak egy-két keresztkérdésre próbáltuk a dolgot tisztázni. Van egy baleset Szigetszentmiklóson, a gyártelepen lépésben halad a forgalom, ezt Bali küldte nekünk, köszönjük szépen. M3-as Kántor Jánosi pihenőnél mérik a Vásáros Namény felé haladókat, ezt is SMS-ben kaptuk, valamint az M5-ös gyári kihajtójánál Szeged felől kamion, az eleje az árokban, pót az úton, és emiatt hatalmas torlódás várható. Köszönjük szépen. Szarvaskő belterületét trafiznak, vigyázzon mindenki, és az M742-es kilométerénél a belső sávban egy műanyag burkolat darab van, ráadásul a kanyarban, ott is mindenki óvatosan menjen. Szóval akkor ti Murphy, én meg csalás? Ebben maradtunk? Én hajlok a Murphy felé, igen. Murphy kontra csalás. Jól van, 4 perc van, pontosan 8 óra, Ákos elmondja a legfrissebb híreket, mi pedig jövünk a hírek után. És uraim, öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 8 óra után vagyunk, 8 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, a szerb lottó húzásról beszélgettünk a hírek előtt, és hát özöllenek az összeesküvés elméletek. Mindenki elküldte a saját elméletét, hogy mi mennyire földhöz ragadtak vagyunk, hogy a hideggolyó, meleggolyó, a multé, hogy igazából a mikrotechnika az a gömbök belsejében van, rádiójellel kioszthatják a gömböknek a számokat, a kihúzott gömbök számai azért nem változnak már, mert a szétcsavaráskor a jelfogó egység kikapcsol. És hát tulajdonképpen a szerbek ott hibázhattak, hogy a kiírt számok le voltak adva a technikusnak előre, és ahelyett, hogy tudatlanul csak nézte volna az eseményeket, ugye hát előre beütötte. Hát nyilván ezt mi is gondoltuk, hogy a technikus tudta, és azért ütötte be. Előre pici minden esetre egy pár... Sietett. Előre ment, rájött, igen. A szapora. Előre ment, de hát most már özöllenek az összeesküvés elméletek, úgyhogy köszönjük szépen mindenkinek a saját, hát hogy is mondjam, fantáziájára, vagy igazságérzetére bízzuk, minden esetre a videót érdemes megnézni. Mindenkinek megvan jó a saját kis privát összeesküvés elmélete az ügy kapcsán. Persze, hát aztán eldöntött, hogy játszol, nem játszol. Hiszed, nem hiszed, én megmondom őszintén, hogy utolsó mondattal, és akkor le is zárjuk engem. Egyetlen egy dolog idegesít ebben az egész lottó mizériában. Nem volt még soha ötösöd. Egyrészt, hogy nem én vittem el az 5 milliárdot, amit nagyon tudok utálni, és bár ez nem az az ország, ahol kötelezővé lehetne tenni, hogy jelentkezzen a nyertés, de igenis engem az nyugtat meg, én szerintem nem csalnak, viszont az, amikor bemondják egy hónap után, hogy volt ötös, elvitték 1 milliárd, és soha nem hallunk róla többet, azt viszont akkor mondják be, amikor akarják. És ennek az ellenkezőjét még senki nem tudta bizonyítani. Na jön valaki, és azt mondja, volt ötös, egy darab, elvitték, csokkolom. És kész. És nem tudod, mi van a pénzzel, elvitték-e, tényleg elvitték-e. Tehát ez egy, én inkább itt ezen az úton indulnék el, mint hogy most
benn van a jeladó, és szétszedem a golyót, akkor megszűnik a jeladó. De lehet ez is, hanem az, hogy egyszerűen tudni szeretném, hogy akkor ilyen. Ráküldik a számot a mikroképernyőre. Most rezgő golyó, az a tuti. A rezgő golyó. Marika, találja meg a rezgő golyót, mert olyan balé lesz, ha nem találja. Sokan írjátok, hogy az ötös az csak gépi-gépi, nem felváltóan. Tehát van, amikor gépi, van, amikor kézi egyébként. Éve az előtte lévő sorsolásnak az utolsó húzása az határozó, hogy páros vagy páratlan szám, akkor rezgő golyó. Igen, az azért nem volt, mert akkor csak Góliát ellen volt, ugye? És akkor Elmatas irányában a 70-es kilométernél van egy baleset, a belső sávban kis terautó áltotó. Küldte nekünk 83-as út Győr-Szemere, Nagyszentpál után Győr felé autó az áróban, 5 perce történt, korlátozás vagy útzár lesz, mert rossz helyen van. Ezt Balázs is elküldte, köszi. M1-ről a nullás a torlódás üzente Maxi, baleset Szigetszent Miklóson gyártelepen, lépésben halad csak a forgalom, üzeni Bali. Kántor Jánosi pihenőnél mérik a Vásáros Namény felé haladókat, ez az M3-ason van, és az M5-ös gyáli kihajtójánál Szeged felől kamion eleje az árokban, pót az úton, úgyhogy itt is van egy kis torlódás, mindenki vigyázzon. Voltam bent a szerkesztőségi szobában. Mondtam, srácok, én elhiszem, mondtam, hogy én nem elhiszem, menj. Tudom, igen, hogy ahol fát vágnak, ott forgács is hullik, de itt annyi forgács van benne, hogy mondtam, hogy tartsuk már melegen azt a kevés kávét, azt a másfél-két litert, amit még így pluszba lefőztetek egy kísérletezgetésképpen, mert hát szerintem mondtam, hogy nem, hagyjuk ott a szélsznek. Vagy porciózzuk ki nekik, risztrettóknak. Vigyétek ki, a biztonsági őrök örülnek neki, tessék. Hát most ki kell kísérletezni, nem úgy van, hogy összekened sárral. Udvarjasan tisztelet, és megkérdezik, ne menj be, várj egy kicsit, amíg eltakarítom a romokat. Most még nem volt időm, mert közben az adással is kell foglalkozni, SMS-eket is. Várjál, most mi van a szerkesztőségi szobában? Most egy labor. Ja, az oké, de hogy mi kell neked onnan? Hát várd meg, amíg a romok után eltakarítjuk a romokat. Van egy kis zabon bent, ez az amaz a hűtőbe. Hát fordulj, ne nézz oda, hát menj be, vedd el az abodat, hajd, az fal most felé fordulva, súra hanyag bent, az most egy háttal a kávégépnek. Egy érintetlen terület, háborús övezet. Na, hát, ha még érintetlen lenne. Mert úgy néz ki, mint New Orleans, a cunami. Van egy kis forgács, hát kicsit tényleg fát vágunk. Na, van új hírünk a malájgépről? Ákos, ha hallasz, hogy szólunk, én gyere már be egy pillanatra. Azon kívül, hogy elvileg lehetséges, hogy megtalálták a malájgépet, azért ez engem izgalomban tart, mert sokat tököltünk rajta, és gondolkoztunk, hogy azért hogy a fenébe tűnik el a 21. században teljesen nyomtalanul egy utasszállító gép, utassal, pilótával, repülőgéppel, roncsok nélkül, olajfolt nélkül, fekete doboz nélkül. Szerintem azért ez sokakat tartott lázban. Ugye elvileg a legfrissebb hír, hogy valószínű megtalálták, de még nem tudják biztosan. Találtak egy bizonyos szerkezetet a gépből, és most megnézik, hogy az tartozhatott-e a malájgéphez, de szerintem még kell idő, csak sokan kérdezitek tőlünk, hogy mondjunk valami frisset. Nincs még konkrét bizonyíték, nem? Úgy futottam, hogy fellöktem a Wiki kávé. Majd csinálnak egy újat másfél óra. Van valami? Hát egy darab, be kellett hozzam a papírt, mert azt mondja, hogy csűrőfékszárny került elő. Ennyit lehet egyelőre tudni, most a BBC-t bújtam, ott csak annyi van, hogy elvitték a szakértők, ezt jól megvizsgálják, mert hát ugye már 300-szor lehetett hallani, hogy megvan a gép az utóbbi egy évben, hát nem lett meg. Aha. Most sok ilyen csűrőfékszárny hever szerteszen a világban, vajon? Ez az, ahol találták nincs sok, igen. Ugye? Igen. Hogy én így kimegyek, így járom az országot, azért nem botlok nem. bele ilyen csűrőfékszárnyban. Ezt Madagaszkár közelében találták. Aha. Erdő, nem, száraz, a vízben lebegett. Aha. Jó, okay. Vízben lebegett. Nagyon keveset tudni egyelőre, mondom, azért nem is akarok nagyon belemenni, de elvitték, vizsgálgatják, aztán majd mondanak valamit. Helyszegetik. Igen. Jó, ja. Oké, Ákos, köszi, ha van valami, akkor úgy is beszélünk. Meg megvizsgálják, megállapítják. Jó lenne, meg lenne. Szerintem, nem? Az vagy... Tudnánk, hogy mi történt. Most egy ilyen alkatrész megvan ott Madagaszkár közelében. Hát akkor csak, erre nem bizonyíték. Ráadásul óceán egy év eltelt, az sodródhatott. Igen. Nem tudom, hogy mekkora bizonyíték, de nyilván azoknak, akiknek rokona ismerőse volt a gépen, valamely szinten megnyugvás legalább, hogy tudják. Már úgy, hogy nem kezded el tovább keresni, hogy valahol élnek, mert volt olyan teória, ugye, hogy a gép leszállt. Hogy valahol leszállt a gép, igen, és akkor mindenki életben van, legalább akkor tudod, hogy vége. Igen. Abszolút. Na, egy érdekes híre bukantunk Csonka Picivel kapcsolatban, aztán rájöttünk, hogy van még egy hír Csonka Picivel kapcsolatban, úgyhogy... Szinte forr a levegő a Csonka Pici körül. Csonka Pici... baj van a piacon. Igen, Csonka Pici körül forr a levegő, mert hogy hát egyrészt óriási felháborodás van most az ő nevével kapcsolatban, de nem miatta, hanem egész egyszerűen arról van szó, hogy egy musical
kiírt egy szavazást, hogy ki legyen a Shreknek a hangja ebben a bizonyos... Mármint a szamárnak. A szamárnak a hangja, igen, a Shrekes musicalben. És torony magasan állítólag megnyerte Pici ezt a szavazást, és baromi sokan szavaztak, és Csonka Picit szerették volna, hogy legyen a szamár hangja, énekeljen ő szamár hangon, vagy alakítsa ő a szamarat. És mégsem nem. A Shrekes musicalben. És mégis egyébként a színház úgy döntött, hogy a szavazás ellenére, amit egyébként ők hirdettek meg, szereplőválogatást írnak ki. Tehát, hogy nem egyértelmű, hogy a Pici lesz. Most képzelik. Vagy azonban a szamár magyar hangja. Csak azért, mert mind a 8624 darab szavazat ugyanarról az IP címről érkezett. Csak ezért! Egyébként érdekes a dolog, önmagában azért, legyünk őszinték, nem egy túl nagy vihar, nem egy túl nagy laborban, de maga, hogy megint ez egy picit milyen magyaros, azért ez érdemes elidőzni ezen, nem? Hogy kiírnak maga az oldal, meg mindenki egy szavazás, hogy kedves néző, dönts el, szavazzon ön arról, hogy kit szeretne. Majd a hülye néző ugye felmegy, szavaz, és azt mondja, hogy hát ugye fontos, hogy szavazzak, persze, oké, hát akkor miért nem? Legyen a Csonka, a tisztelt nagy érdemű megszavazza. Majd a azt Csonkát, mondják, majd nem. Azt mondják, hogy köszönjük a szavazatokat. Kérjük a szereplőválogatást. Mi a francba hívták ki a szavazást? Köszönjük, hogy igen, köszönjük, hogy elküldték a véleményüket, de nem. Igen, tehát hogy ez nem is olyan értem. Ugye volt egy lista, és a listán ott volt a Csonka, és akkor a Csonkát mondták, hogy legyen a Csonka, legyen a Csonka, jaj, de jó, hát akkor szavazom mindenki a Csonkát. Hát ilyen alapon, akkor tényleg bárkit feltettek volna erre a listára. Miért kockáztatják azt, hogy majd a premier után ott az aula megtelik üvöltöző szülőkkel, síró gyerekekkel, mert hogy ez a szamár nem az a szamár. Fél, gyerekek megszokták, hogy akkor a szamárnak ő a hangja. Hát akkor bocsánat. Na most ez a szamár hangja várja a rajzfilmben, hogy a Kerekes József. Igen. Tehát ugye, hogy nem is a Pici a, nem, az eredetiben. Ez a musicalben lesz. Igen. Azt írták ki, adtak alternatívákat? Azt tudja valaki, hogy, tehát, hogy lehetett választani háromból, hogy ki legyen, vagy azt mondták, hogy ki legyen a szamár hangja, és elkezdett beömleni a Csonka. Ja, és akkor csak lehetett szavazni Csonka Picire és másra. Nem, én azt mondom, volt egy lista, és akkor ott volt Csonka Pici. Csonka Pici, Csonka Pici. Csonka Pici. Igen, csak ott volt még, mit tudom én, Bruce Willis, Brad Pitt, Harrison Ford. Őket sajnos nem tudták momentán elérni, mert más jellegű elfoglaltságuk volt. Ők nem váltak, és aztán Csonka Pici. De a szavazók között egyébként kisorsolta két jegyet a darabra. Na most, akik szavaztak, az értelemszerűen nyilván nem erre a két jegyre szavaztak, hogy nem a két jegyért szavaztak, hanem tényleg szerették volna, hogy a pici legyen a szamár, de szereplőválogatások. Mi nem úgy csináltak, hogy kiírtak egy szereplőválogatást, lekastingoltak X embert, a castingból lett még 10 esélyes, és a 10 esélyest utána kiírták, és akkor már a picit mert választották, ez akkor már a pici lesz. Ugye? Mert ez túl logikus lett volna. Na, felhívjuk Csonka Andrást, megkérdezzük egyébként, hogy mit gondol erről. A másik, hogy az egyik ismert áruházlánc plakátján, amin vezeték nélküli csengőt hirdetnek, a név mellett jól olvasható a csengőhang is. Mi is dúdoljuk veled, hogy ding-ding-dong. Vagyis a Csonka dalával hirdetnek egy csengőt. Azt játsza a csengő. Becsöngetsz valóban is, hogy ding-ding-dong, megy a dong. Igen, 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 és a Csonka dalával és a Csonkával hirdetik ezt a csengőt, igen. De az van a csengő, hogy Csé András? Nem, nem, mi? Úgy van, hogy Csé, igen. Tehát, hogy persze, tehát Csé az András. Az van a csengő, hogy Csé András, és azt játsza, hogy ding-ding-dong. Igen, igen. És a Csonka erről tud? Hát arról, hogy létezik még az országban egy olyan ember, akinek Csével kezdődik a vezetéknevé, és András a keresztneve. Jó, hát azért ez elég véleményes. Tehát nem? Hát én emlékszem annak idején egy olyan kampányra, amit mondjuk én tudom, mire nem van. Akarok felidézni. Igen, jó. Köszönöm, köszönöm. Emlékszünk rá mindannyian. Szóval, hogyha nem kérdezik meg róla, akkor ez véleményes. Ha Csé András vagy a csengő, akkor nyilván, nem tudom, Csavargó Andrásra is gondolhatnál, de inkább nem erre fogsz. Csavargó András. Na mindjárt megkérdezzük erről a két véresen drámai esetről. Ami drága Csonka Picinket, jó reggelt, hello! Jó reggelt, szevasztok! Ha nem hallottok, akkor én egy lépcsőfordulóval állok, egy hopon-hopon húszon menekültem be ide, nem a kazánház mellé, mert nem tudom, hallottok-e engem, de nem látok és nem hallok semmit. Te még külföldön? Most Athénban vagyok éppen, igen. Ja. Nagyon sok szeretettel. De egyébként a Morning Show tarol itt is, gyerekek. Tehát reggel a hajóúton vagyok, és gondoltam, hogy leszállok mielőtt hívtok, mert nem akarok ott a tömegben a zaj közben veletek beszélni, és akkor gondoltam, hogy
még menekülőre fogom a dolgot, és mondtam, álltam ott a tömeg, és mondtam, hogy sorry, I'm going to morning show, sorry, I'm going to morning show, és azok elengedtek, a bocsánat, elengedtek teljesen. Az elengedtek, kérdezik. Igen. Na látod? Görögországban vagy, hát akkor van nálad sok készpénz, mert ott bármikor bármi megtörténhet. Most elvileg jó hírek vannak, de hát ott most... De legalább olcsó lehet hozzájutni mindenhez, nem? Vagy mi a helyzet Görögországban? Nem tudom, ma reggel érkeztem ide, úgyhogy nem tudom még erről beszámolni, de mindenképpen úgy érzem, hogy büktet az élet. Csőd ide, csőd oda, azért rengeteg minden történik. De hát ugye velem is történik dolgok, hallottam, még az elejét hallottam, amit mondtatok, mert közben itt a buszon a barátai mobiltelefonon hallgatják interneten a világhírű morning show-t. És ugye nem túl nagy vihar, nem túl nagy miniben, tehát végül is... Jó, hát most azért egy kis vihar, hát most igen, a két életet fontos eseménye, de hát azért én próbáltam mégis elvenni az életemnek. Most így, tudjuk, hogy neked most egy picit fontosabb a valutázás kint Görögországban. Na, hogy volt ez a színházi dolog? De jól működik, igen. Ez érdekes ez a színházi dolog, hogy megkérdették, megszavaztak, nyertél, majd kiírtak a szereplőválogatást. Hát ez egy nem túl szép dolog. Hogy nem a szamár hangja, mert az a szinkronban van hang, itt a pofámat is látni kell, tehát ez egy musical, egy előadás, színházi előadás. Igazából, gyerekek, ez egy játék volt, nyilván félreérthető volt. Az a megfogalmazás, az a kérdés, hogy ki legyen a szamár, az embereket nyilván, és látnak egy listát, tehát nem az, hogy bárkit beírnak. Az utolsó két évben már volt 4 vagy 5 kollégámmal, hogy itt ott voltunk 5-6-an, és erre a listára szavaztak az emberek, tehát félreérthető volt, meg akarták mozgatni, fokozni akartak az érdeklődést, de annak van egy rendezője, Szentavaj, van egy producere, Rosta Mária, és nyilván ők eldöntik, hogy kiálltam majd a szamát. Egyébként miután lezárult a szavazás, akkor miután 2 nappal utazás előtt zárult le, tehát én is fölénekeltem ezt a dalt, egy dalt ebből az egész műzikából, aztán most majd ez egy casting, ez egy válogatásnak a része. Igen, félreérthető volt, kollégáim is elkezdtek kampányolni, sőt, Kassa Tibi elképesztő volt, Kassa Tibi egy egész kampányképezetet indított be, értem. Ja, csak a lájkok. Tehát azt mondta, félreértető volt a dolog, valóban a kérdés így ebben a formában félreértető. Pici és tök őszinte, hány ezeret szavaztál magadra? Na, hány ezer IP címről kérted meg a barátokat ismerő, csak hogy most mindenki szavazzon. Elkoptak az ujjaim, de azért még maradt. Hát ezért ment ki Görögországba is, mert az már értett. És vittek ki a haverokat is, akik szavaztak rá. A kampány folytatódik. Igen, Görög internet kávézóba ültetek be, és folyamatosan lögtétek a szavazatokat. Most nem is vagy csalódott? Nem vagyok csalódott, mert végül is a dolog nyitott. Tehát hogy az is előfordult, hogy én játszom. Annyi vagyok, nem csalódott vagyok, csak szerencsétlenül volt a dolog felépítve. Tehát ez a játék így ebben a formában, persze mindenki azt gondolta, nem a két darab színház egyet. Oda volt írva végre, hogy a zsorsanalosan részt, hogy két darab színház egyet nyerhetnek. Nyilván nem ezért zajlik a játék, hogyha ilyen elkezdnek szavazni az emberek, hanem azért, hogy akire szavaznak, azt gondolják, hogy az majd valami a labdába rúg. De mondom, nem vagyok csalódott, és nyitott a dolog még mindig, tehát nincs előző. Mások azért sem vagy csalódott, mert a te szerepe álmod valójában Fiona volt. Alkatilag megfelelek, úgy érzed? Figyelj, mi van ezzel a csengő sztorival? Ez nagyon kemény. Csi Andráshoz becsengettek, ettől a mondattól hangos most a sajtó, ugye, és az egyik ismert áruház lánc azt mondja, hogy dúdoljuk vele, ding-ding-dong, és hozzá csengetnek be egyébként ebben a csengő reklámban, amit az egyik áruház lánc reklámozta. Erről tudtál? Az a jó egyébként, hogy a rajongóknak rengeteget küzdöltek ebben a szempontból, ahogy a Shrek játékot is egy rajongó küldt, tehát ennek fogalmam nem volt pedig egy ilyen szabadásos játék. Ugye ezt is átküldte valaki, már itt voltam ezen a hajóton, és egy kicsit mondjuk azért furcsának tartottam azt, hogy én azt gondolom, hogy legalább hozzám csöngettek volna be ezek a kedves áruházlánc vezetők, ugyanis így, ha kiírják a nevemet egy csengőre, és odaírják ezt a dalt, ami nem az én dalom, mert én is feldolgoztam, tehát nem az én eredeti dalom, de mindegy, akkor is hozzám kötik a legtöbben, akkor azt gondolom, hogy ez már valamilyen módon reklámnak minősül, de lehet, hogy mégsem. Valaki elkezdett a Facebookon ezzel kapcsolatban fejtegetésekbe kezdeni, hogy ez tulajdonképpen nem számít reklámnak, hanem csak nem ráutalás. Igen, vagy Csé András van kérve. Csak megnyugtatlak, hogy a szombati akciómánia rovatban vagy egyébként. A legjobb helyen. A legjobb helyen, vagy Csé András vezeték nélküli csengő, mi is dúdoljuk vele, ding-ding-dong, egy kéz látszik, amin megnyom egy csengőt, Csé András feliratú csengő. Tehát felcsöngetnek kvázi hozzá tulajdonképpen. Szeretném, hogy az emberek mindent komolyan veszik, szeretném, de mindenki megnyugod, az én csengő hangom az nem a ding-ding-dongom, tehát ez egy pillanat is a gondolja senki. Hát hozzám, éjjel nap csöngetetnek, ne csöngessenek, de akkor kipróbálhatják, nem tudom, tehát most szerintetek ez a reklám? Ez egyértelműen te vagy, persze, hát ez egyértelműen te vagy. Tehát nyilván azért tök tudatosan nem írták ki a nevedet, hogy Csonka András, mert így a Csé András az már azért nehezebben perelhető, de ez te vagy. Na de
mondta, de hát azért csak lehet tudni már egyben a dalban. Ti is elkövetetek minden évek alatt, hogy megtudják az emberekhez hozzám tartozó dal. Tehát érted, akkor viszont az reklám tud idősül, nem? Igen. Nem léptél semmit, vagy nem kerested fel őket? Hagytad a fenében? Hát most itt kintről nem tudok ezzel foglalkozni, őszintén megmondom neked, azt tudom, mit elkerestem, de hogyha hazaértem, akkor azért egy-két kérdés van ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy megkérdezek egy szakembert, hogy tényleg egyáltalán jogos igénye, hogy ez reklám, vagy pedig valóban csak egy ráutaló valamilyen, nem tudom, hogy mi a kategóriája ennek a dolognak. Igen. Gyerekek, nagyon cikkel, de most azért nézzétek ennek, és hallgatok is nézzétek ennek, hogy nyaralok, és most igazából ez az a riport elején ez a kis beszólásom, ez csak ennek tudhatom, hogy ellazultam, teljesen lezser. Az már durvább dolgok is elhangzottak ebben az adásban, tehát nincs baj. Azóta ezen kattogok. Jó, persze, ne törődjön. Mennyi ideig vagy kint? Kérlek, szépen vasárnap megyek haza. Mi van? Másodikán megyek haza. De jó. Addig az egy ilyen kis, minden nap valahol érintünk valamilyen várost, és akkor örülök a nyárnak, otthon alom ősz van, tehát ebből a szempontból ez egy külön remek hely hír, hogy itt azért valami módon mégiscsak tombol a nyár. A lehető legjobb időt választottad egyébként. Erre volt lehetőségben, aztán utána. Igen. Drachmát mindenféleképpen vegyél. Hát, jó, ha azt kínálják, legyen nálad. Ferikém, hallgatok rád, úgy érzem. Ja, hogy bármi történt, ja, hogy esetleg a bankautomaták becsösölnek meg, mindegy. Ja, nyugi van kint egyébként, vagy érezni valamit ebből a felfordulásról, ami az utóbbi hetekben volt? Most igazából, most ahogy kiszálltunk a hajóról, rögtön felszálltunk egy hoponopon buszra, tehát azt láttam, hogy a kikötőben legalább 200 turistabusz, aki vár, helyi turistabusz várják a kirándulásra menő turistákat. Tehát semmilyen, most a buszon, hogy nézelődöm, elképesztő lendületes és nyüzsgő az élet, nem tudom, mit jelent az, ha valamilyen ott. Egyébként nagyon nincs mit látni, persze, nem csak kérdeztem, hogy érezni valamit, de nagyon nem. Nem. Kihúzták őket a bajból. Nem szóltak nekünk a hajón, egyáltalán vigyázzunk el, vagy arra semmi különös nincsen, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon kellemes út lesz a mai nap is. Jól van. Na vigyázz magadra, akkor sok lesz a telefonszámlád, úgyhogy. Ha már lesz valami fejlemény, akkor majd szólok nektek, jó? Jó. Azt írta valaki a neten, hogy sok maszkot nem kell csinálnom ehhez, úgyhogy végül is. Igen. Kérdés, hogy azt, hogy téged szavaztak meg a szamának, ez nem egy nagy kiszúrás veled egyébként, hogy ki legyen a szamán, legyen a csonka, gyerekek, szavazzunk rá, legyen a csonka neki. Most már mindegy, már lemaradtál a szavazásról, de úgy jöttem, hogy a szavaztál volna, köszönöm. Szeretünk, imádunk, vigyázz magadra, nyaraljál. Titkos dolgokat csinálti ott Görögországban. Na jó van, tegyétek le, pici sok ez a telefonszámla, írja valaki. M3-os kivezető, a vasúti felüljáron külső sávban széttört raklap, mindenki vigyázzon, mert az is baleset veszélyes, valamint Balatonfüred-Tihany között két autó a 71-esen frontálisan összement, még friss, és nincsenek kint a rendőrök sem. Ez pedig Tamás küldte nekünk. Hármas ugrással valaki jelentkezne, akkor játszon egy picit, jó? Illetve még ne játszon, csak jelentkezzen. Ugye? Ha játszan, akkor jelentkezzen, igen. Kiborult már, kiderült már, süt már a nap, vagy mi van? Semmi, ugyanolyan borús, esik az eső, csepereg, így. Semmi javulás. A mama azért nagyon komoly lesz, mert Békés mama? Csaba, a mama nagyon komoly lesz, mert ott 28 fok, Győr 12, vagy 16. Oh, azért az komoly. Az nem túl erős, igen. Na jól van, jövünk a játékkal, lehet jelentkezni hármasugrásra, itt vagyunk Ákos, hírei után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:49 lesz pontosan 8 perc múlva. Egy jó kis depes mód után itt vagyunk, és ez mindig jó. Léteznek még ezek a fiúk? Mert tavaly előtt még ment koncert. Keveset halljuk őket, de vannak. Jó számaik is vannak. És az egyik leghűségesebb rajongótábor itt van Magyarországon. Mindig imádtak ide jönni. Azt hiszem, hogy egyébként a legrégebb óta működő fanklub, a Depeche fanklub. Így van. Magyarországon. Bizony. Ezt nem tudom megerősíteni, se cáfolni, de hiszek neked. Hiszek neked, hogy ezt biztos jól mondod, mert fogalmam nincs. Hiszen te a Bross fanklub. Hiszen a Bross fanklub, és igen. Az egyszemélyes Limál fanklub. Ne, a Bross fanklub és a Paprita fanklubnak vagyok.
Tehát én csak ott mozgok otthonosan. Így van, illetve néha meglátogatok a kedzsegugus haverjait. Igen. M3-as Gödöllőnél Debrecen felé araszolás, mi az oka? Kexi Tatáról kérdezi. Na, hát akkor mondom, hogy mi az oka. Azt mondja, hogy M3-as 33-as kilométerénél Nyíregyháza felé vezető oldalon fél órás sor alakult ki, valamit ügyeskednek, és emiatt egy sávon lehet csak 20-szal haladni. Ez az oka, ha azon túl vagytok, akkor jól lehet menni. Egyébként már 5 kilométeres a torlódás, írjátok többen. Kerülni Gödöllő felé lehet, a pályáról le kell jönni, és a 3-as úton lehet ezt a dolgot megkerülni. Tehát a 33-as kilométernél Nyíregyháza felé valamit ügyködnek a pályán, és emiatt dugult vissza a forgalom. Úgyhogy próbáljátok kerülni, írják többen, hogy átjutottak, utána már lehet haladni. M7-es, 91-es, 92-es kilométer között Budapest felé a leállósában egy őzike sétál, mindenki vigyázzon. Ezt Sanyi küldte nekünk, valamint szintén az M7-esen, a 133-as kilométernél most pakol ki a Yard, úgyhogy menjetek ott is óvatosan. Ha, nézem, hogy van-e még valami... De más egyelőre nem jött. Na. Akkor mondok neked jó hírt. Na, hogy mondja jó hírt, az rám olyan idő van, hogy... Melletted és az elmúlt 25 év, amit a szakmában eltöltöttem, mekkora sikert értem el, gyerekek. Na, mi történt? Most ezt elmondom nektek, az egyik népszerű heti bulvár magazin fölhívott engem. Te pont szabadságon ismert voltam. Ismert inkább, mint népszerű. Igen, hát, ne használjunk jó. Azért olyan szavakat, akkor amiket később megbánunk. Jó, igen. Akkor egy heti bulvár magazin fölhívott, illetve egy sajtótájékoztatón találkozunk, te pont forgattál aznap, nem volt. Amikor én ezt Janninak elmeséltem, hogy egy nagyon jó kezdeményezéssel kerestek meg, látássérült vak emberek szeretnének bringázni, ami nekik ugye egyedül érthető okokból nem megy, ezért aztán kitalálták, hogy tandemekkel fogják körbe kerülni a Balatont, úgyhogy előlül egy látóember, hátul pedig egy nem látóember. És ezt én imádtam a dolgot, elmentünk, tandemeztünk, volt egy csomó ismert ember, aki beszállt a dologba, és ott volt, és akkor körbe bicikliztük ott az adott területet, fölém, vagy mögé még fölült Istenes Bence is lekötött szemmel, hogy érezze ő is, hogy milyen a dolog. Én ezt elmeséltem a Janinak. Oda jött hozzám ott egy újságíró, hogy én miért vagyok ebbe benne. Mondom, mert imádom a bringázást, én szeretek segíteni, szerintem ez egy tök jó dolog, plusz én magam annyiban érintett vagyok, én ezt már többször elmondtam, ti is tudjátok, hogy én tompalátó vagyok, az igen. Egyik szemen nem nagyon működik. És mondta a srác, hogy hú, ez mekkora sztori. Hát sőt, igen, főleg, mert mindig a boros üveget a másikba beledugom, és hello, csillagok! De hogy egyébként is baj van, és mondta a srác, hogy ez mekkora sztori. És mondtam, hogy szerintem nem ez a nagy sztori, hanem az, amit csinálni fogunk, hogy a bringával körbe megyünk a vakemberekkel. Egyetembe, de mondom, írd bele nyugodtan, engem nem zavar, én ezt már nyilatkoztam, tehát nincs belőle gond. Na, megszületett a cikk, nagyon büszke vagyok, gyerekek. Születési rendellenességgel jött a világra a félszemélyre vak Rákóczi Feri. Itt vagyok, ez én vagyok! Várjál, megfogta a lényeget. Megfogta a lényeget, és ami a legszebb, egy rohadt árvaszó nem esik arról, hogy miért történt ez az egész. Ez gyerekek, ez megint annyira tipikus, hogy a béka feneke alatt van a hazai bulvár. Úgyhogy ezt tisztelet a kivételnek egyébként, hogy vannak ebben a szakmában azért jó olyanok is, akik jót írnak, jól írnak, szintén a bulvár műfajban dolgoznak. Tehát van egy kevés kivétel minden egyes orgánumnál. És még meg is kértem, írásos bizonyítékom van róla, mert átküldöttem magamnak a cikket, mielőtt megint mondtam, nagyon szép. Engem nem zavar, várja, még van egy csavar, mondom, engem nem zavar ez, hogy te megírod, hogy én vak vagyok. Én lehetek féllábú is, nekem mindegy, nem érdekes, csak írjuk bele azt, amiről szól a sztori, hogy 50 vak ember, aki nem lát, körbe fogja bringázni a Balatont, szóval és életük legnagyobb élmény. De azért mondtam, hogy írja bele. De várjál, most jön a dolog, két képet is mellékeltek rólam. Az egyik szívén viseli a látássérültek ügyét. Ez legalább benne van. Várjál. És a másik, itt állok gyönyörűen, ekkor még fes voltam, és szexi, légy szes, a kép aláírást olvast föl. Ott van. Azt mondja, hogy... Ott a képemen, ott van. Az. Ez a kép aláírás? 13 darab kérdőjel egyes után. Igen. 13 darab kérdőjel. Ide meg mit írjuk? Hogy de várja, vagy nem tudta, hogy ki igen. Van a képen? Ez a kép szerkesz. Ki az Isten? Lajos, az küld már át. Ez az vak csávó, vagy mi? Születési rendelenség jött a világ a fél szemére szinte vakrákhoz. És van egy kép, igen, szívem is egyre lát, és a másik pedig rengeteg kérdőjel. Figyelj, kicsi fehérbek, ugye ki van hagyva a felirat, mert pont a legszebb, nyemesebb részemnél van a felirat, tehát övem alatt, a farmeren, és csináltak egy fehér kis ilyen keretet, amiben majd nyilván beleírnak valamit. Igen. Abba pedig 24 darab kérdőjel van. Annyira forró sztártitkok ezek, hogy még ők se tudják, hogy mit írnak a kép alá.
Ez annyira forró gyerekek, hogy ők se tudják, hogy mit kell a kép alá írni. Állt a képszerkesztő az újságíró, mit tegyünk ide? A fingom nincs, te mit tenni? Tegyünk meg 8 darab kérdőjel a gyerekek. Még két nap múlva lesz labzárta. Hát annyira forró, hogy fingjük nincs, hogy mit írjanak. Igen, hát ez az újság keresett meg engem egy évvel ezelőtt, amikor fölcsöngettek, becsöngettek mindenhova, hogy mi történt a gyerekkel, hol történt, és végigverték az utcát egy vállalatlan fotós, meg egy vállalatlan újságíró randalírozott konkrétan. Mint a két évvel ezelőtt az utcákban, hogy mondjanak valamit, becsöngettek mindenhova, üvöltöztek, alpári módon viselkedtek, tehát elképesztő 6 darab tanú van, aki egyébként kijött pizsomában, hogy mit akarnak, és becsöngetett a fotós egy újságíróval, tehát valóban a béka feneke alatt vannak. Én nem nagyon szoktam ezzel megnyilatkozni, de mondom, a jó ügy érdekében megteszem, tehát nyilván, mert megírják azt, hogy van ez a kis egyesület, akivel együtt fogunk mozdulni a Balcsi partján. Ezzel is segítesz. Mondom, segítek, ezt meg tudom tenni, meg én le is megyek velük biringázni, azt hiszem, 5 napos a túra, én egy olyan 2 napot bevállalok velük, egy látás sérült el a hátam mögött, én nagyon nagy örömmel megyek, bringázom. Mondjuk én mondom, még ezt is bevállalom, írja meg, hogy vak vagyok, meg rosszul születtem, meg génhibám van, meg nincs lábam. Mondom, azt írsz, amit akarsz, tesse, csak ezt írd bele, mert ez egy jó dolog. Hát, ha még 5 ember csatlakozik hozzánk, aki lát. Azt húzta le a főszerkesztő. Mi ez a szar? Hagyjad már. Nem rossz, ezt hallod, ez nem rossz, ez születési rendellenesség, ez nem rossz, szerintem ez elviszi a negyed oldalt. De volt itt egy jótékonyság. Hagyd a francba. Hagyd, azzal nem lehet eladni. Írd meg ezt, hogy szinte vak. Tegyél alá 8 darab kérdőjelet, aztán én. Mit írjak a képbe? Fogalmam sincs. Akkor kérdőjelet. De helyett, hogy a főszerkesztő saját magát futtatja ilyen tűzes reklámokban. Miért nem írnak egyébként normális cikket? Vagy miért nem írnak bele, amiről szólt egy mondat erejéig legalább? Annyi kellett volna, és akkor egyébként be se hozom adásba. Még magamat futtatni reklámokban az megy. Csak miért nem írnak akkor valami normális? Mondom, én be se hoztam volna adásba, hogyha megírja ugyanezt a cikket, és még 4 sort odaír, hogy van ez a kis csapat, akik ezen dolgoznak, aki akar, jöjjön még tekerni. Tehát jobban is kijöhetné volna belőle. Botján, Kölcsei, Rákóczi, mind vakok voltak a félszemükre. Tudod, hogy valami... A legnagyobbak közé került. Így van, ott van. A félszemével. A Nemzeti Panteonban. Úgyhogy tényleg csak ennyi kellett volna, 3 mondat még utána, és akkor egy szót nem szólok, mert én is mondtam, azt is tesó, amit akarsz. Csak így van. Tegyél már bele. Csak egy nyomorult mondatot a lényegről. Csak őket írd már bele. Na, most az utoljára meg magadat, meg a lapotokat. Hát sajnos igen, ezt azért ismerjük, hogy működik, meg hol tart ez a dolog. Tisztelet a tényleg kevés kivételnek. Ugye akkor azért pont a kukimon vannak a kérdőjelek. Hát igen. Egyébként a kukidorra tették a kérdőjelet. Nézd már meg. De örülj neki, 12 kérdőjel kellett, hogy kitakarják azt a dudort. 12 kérdőjelet akarták el a zsákodat. Ott van. Aha. Ott a igazán nagy titokat, Feri igen. Pedig mi lett a drágban? Hát bizony, 12 kérdőjel és csak fél árbolcon van. Mi lehet akkor, amikor felhúzzák a tarcsvitorlát? Az szép. Igen, de Feri, mondjuk azért felmerül az emberbe így jogosan szerintem, hogy végighallgatja azt a lidat, hogy most egy vak fog mögötted ülni, miközben... De én se látom. Szóval azért ez nem veszélytelen. Igen. Ó, azért tényleg vigyetek el valakit azért, aki legalább előttetek ki a bármai valamivel. Te se vagy egy... Jövő! Az, hogy üvöltözöl, hogy pálya, azért az kevés. Tehát, hogy valaki menjen. És átküldik a cikket, abban még benne volt? Vagy mi volt? Ez benne volt, és akkor mondtam, hogy azt írtam neki, hogy jó, írjad így, azt még csak írd. Tegyél még bele. Csak hogy tedd bele azt, hogy nem lehetne, hogy ez a cikk arról szól, amiért kijöttetek oda, és akkor ott voltunk, és tandemeztünk, és voltak látássérültek, és volt még rajtam kívül voltak híres emberek. Nem. És Istenes Bence miért mögé ült? Nem tud biciklizni? Nem tudott, ő ki akarta próbálni, hogy milyen úgy, hogy nem látsz, és úgy bringázol, és akkor kapott egy ilyen szemellenzőt. Úgyhogy mondtam, hogy a külalakodat már megszoktam adásban, még nem ismerlek, de gyere, viszlek egy kört. Igen. Tök fura, mert tőlem már láttuk egy csomó vakrepülést. Ne bánts az öcsémet. Jó, tesóm. A családommal kezd velem kezdni. Na játszunk, hármasugrás, már itt is van a hallgatónk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt, Éva vagyok. Éva, hello Éva, honnan hívtál minket, Éva? Budapestről. Budapestről, mit csinálsz? Hát dolgozgatni, próbálok még így nap elején. Mit dolgozol? Hát egy kis cégnél vagyok, adminisztrátor. Adminisztrátorként dolgozol. Aha. És akkor így 10-ig meghúzzátok, azt mondtad, hogy nap elején még dolgozol, aztán leeresztesz? Nem, csak mivel játszani szerettem volna, ezért abba hagytam egy kicsit. Aha.
munkát? Igen, igen. A munkát. Te, mi más ügye vagy, Balázs? Mi lehet a baj? Milyen hangulat nálatok, hogy csönd van? Nyugis munka ez? Kevesen vagytok? Szeretsz ott dolgozni? Kevesen vagyunk, szeretek itt dolgozni, igen. És mit kell adminisztrálnod pontosan, vagy milyen munkád? Hát jelentkezőket válogatunk németországi munkára. Tehát ti egy iroda vagytok, aki állást közvetít, és akkor leválogatjátok őket, és kiklditek őket munkára, vagy mit csináltok pontosan? Igen, igen, pontosan. Aha. De jó, konkrét munka, vagy pedig így, amit tudom én, a címerezéstől kezdve a gogorúd vixolásig gyakorlatilag minden? Konkrét munka. Konkrét munka. Aha. És mi most a legkeresettebb munka, vagy mire jelentkeznek? Kik jelentkeznek? Fiatalok inkább? Idősek? Középkorúak? Hát inkább a nyugdíjasok, akik szeretnék kiegészíteni a nyugdíjukat, de van nagyon sok, hát inkább a középkorúak. De várj, nyugdíjasok mennek ki Németországba? Azok is, igen. Tényleg? Milyen melót vállalnak? Mit vállalnak? Termékbemutatókra közönség. Szegények. Csak ott azért fizetnek. Szegények. Csak reméljük, nem vágják őket át annyiszor termékbemutatón, mint itthon átvágják szegény nyugdíjasainkat. Mondjad, mire jelentkeznek? Hát kinti házvezetés. Azért az milyen klassz, amikor egy nyugdíjas vesz egy nagy levegőt, és azt mondja, hogy jó, hát nyilván az élet is rákényszerítített, nem azért megy be úgy de nagy mulatságban Németországban, de hogy valaki ezt még így be tudja vállalni, bemeri vállalni, vesz egy nagy levegőt, és azt mondja, hogy jó, hát akkor van még benne annyi életerő, hogy idézőjelesen is, de valamennyire új életet kezdem, mondjuk akár Németországban, úgyhogy ott dolgozik. Ilyenkor mennyit van kint mondjuk egy magyar nyugdíjas? Ki megy, kint van egy hetet, egy hónapot, vagy időszakra megy ki, vagy hogy kell ezt elképzelni? Általában két hónapra, és azért ebbe belejátszik az is, hogy vannak a hitelek, ugye, amit fizetni kell, és a gyerekeknek segíteni kell. Úgyhogy... Igen, ez a szomorú része, ezt Balázs is elmondta, hogy ez szomorú, de az meg jó, hogy azt tudja mondani, hogy gyerekek, akkor megyek és segítek. Így van. Tehát ez van benne elég kurázsi, bátorság tényleg, meg vitalitás, hogy így ilyet bevállaljon. Azért a szép dolog. A szép dolog. Milyen pénzek vannak az, hogy mit keres például egy nyugdíjas, csak hogy érezzük a különbséget. Csak itt kíváncsiságból, nagyjából. Nem kell konkrétabbakat, de erről lehet beszélni, hogy mondjuk kimegy házvezetőnek valaki, és egy hónapra mondjuk kap, nem tudom hány száz vagy ezer eurót. Mi a bér, vagy mit tudott megkeresni egy nyugdíjas? Hát a németországi minimálbér az 8,60 € az órabér. Segítesz nekünk, hogy ez egy hónapban körülbelül mit jelent? Most, hogy föl tudnám szorozni, hogy 8 óra... 1360 euró bruttó. Aha. Ez azért 400, az 300, 300, 450 ezer. Hát a németországi minimálbér is 1000 euró, tehát akkor... Aha. Ez nem rossz. És 1500 euró, amit megkeres egy magyar nyugdíjas, aki megy Németországba. Hát abból még járulék lejön. Járulék, tehát. Aha. És akkor hol élnek, vagy hol laknak? Van egy... Családoknál. Tehát oda költözik a magyar nyugdíjas a család, mint házvezetőnő kint van egy hónapot, utána hazajön kicsit és megy vissza? Igen, igen. Hát szállás, kaja van, nem kell költened, tehát gyakorlatilag majd, hogy nem tiszta pénzt szerzel belőle. Mondjuk ez egy komoly bizalmi viszony. Egyébként a család meg a néni vagy bácsi között, mert ezen a bajokból szinte ez a néni akár lehet repülős gizi is. Pontosan, nem járnék jól, ha nálam takarítan a repülős gizi. Igen. És akkor tényleg castingoljátok őket, a erkölcsi bizonyítvány ez az előélet, és úgy külditek ki. Igen, pontosan. Figyelj, csak kell hozzá német nyelvtudás, vagy mondjuk magyar családhoz is ki tudsz menni, aki kint élő magyar család? Van rá példa, hogy magyar családnál van kint. Anyuka, pakoljon! Indulunk! Berlinbe! Ej, de jó lesz! Csak a fontos kifejezéseket kell megtanulni. Grenadier Mars, Gris Marni. Igen. Nein. Pontosan. Hát ez... Amennyire jó is, talán annyira szomorú is, de közben meg jó, hogy azért ki tudnak menni, van bennük tényleg életerő. Nem baj, hogy erről kérdezünk, vagy erről beszélhetsz, nem? Hát ebben nincs titok. Nem baj, nincs. Nincs titok. És a fiatalok inkább mit vállalnak, vagy mire hát tudjátok őket? Hát babysitterkedni mennének ki inkább, de ugye az az igazság, hogyha egy házvezető nő, az már ugye azt feltételezik, hogy idősebb. Tehát nem is szeretnének fiatalt, az a baj ebben az állásban, úgyhogy mi meg ezzel foglalkozunk, úgyhogy fiatalokat nem igazán. Nehezebben tudtok. Na jó van, köszönjük, hogy ezeket elmondtad. Jani, milyenek a kérdések? Szerintem kifejezetten könnyű kérdéssor. Könnyű kérdéssor. Na jó. Mehetünk? Menjünk. Így szól az első kérdés nyakbalkasztóért. Melyik országban zajlik jelenleg az úszó világbajnokság?
Kozsonya város, az biztos. Ja Istenem, Oroszország. Igen, az, tovább? Menjünk. Baseball sapkáért így szól a második kérdés. Ki énekli egyik dalában, hogy rám valahol egy férfi vár, aki többet ér egy álomnál? Ó, de szép ezt. Az én számból picit fura, de... Nem. Rám valahol egy férfi vár, többet ér egy álomnál. Zséda. Így van. Zséda. Harmadik kérdés. Egy sorozatos kérdés. Megálljunk, elviszed, neki mész, mit csináljunk? Hát ha már Forma 1-es belépőt nem kapok. Azt nem. Adhatom. Óráért szól rajzfilm sorozatos, vagy sorozatos, segítek egy kicsit. Sorozatos? Menjünk. Itt szól a harmadik kérdés. Melyik televíziós rajzfilm sorozat fősei Peter vagy Péter, nem tudom, Louise, Mac, Chris, Stevie és Brian? Family Guy. Azaz, így van. Ügyes vagy. Nem tudom, nem nézem, remélem jól mondtam a neveket. Így van, Family Guy. De ügyes vagy. Hát azért ezek... Igen, aki nem ismeri, annak nem egy könnyű kérdés. Éva, ügyi vagy. Köszönöm szépen, de ezt megmondom őszintén, hogy a kisfiam segítette. Mennyi idős a kisgyermek? 34. Na azért. Hogy hívják? Krisztián. A kis Krisztiánka. A kis Krisztián. A kis Krisztiánka segített. Ott van ő is veled. Igen. Skype-on, nem Facebook-on? Skype-on? Facebook-on. De jó. Milyen interaktív a műsor. Oké, jó munkát neked, és... Köszönöm szépen. És küldjük, jó? Jó. Az iroda elérhetőségét azoknak, akik majd közben 4000-re jelentkeztek hozzátok, azonnak kiadhatjuk Facebookra, vagy valahova? Ti közvetítettek? Hát itt konkrétan megindult már a... Ez komoly. Igen. Azonnal, e-mail cím, azonnal, most akarom, hozzatok össze, akivel beszéltek, menni akarok, hát sajnos ez a helyzet. Kiadhatjuk Facebookra, föltehetjük? Hát inkább nem, mert akkor az túlzás lenne. Aha. Adáson kívül akkor valahogy összekötünk. Jó? És szólj a főnöknek, hogy akkor felezitek a jutalékot. Bizony. Semmi. Szerezted az új ügyfeleket. Semmi. 8-10 ezer embert szereztünk most neked egy perc alatt. A szuper. Na. Jó, hát köszönöm szépen, fiúk. Na, elküldjük majd. Jó, köszi. Jó, köszönöm. Ciao. Sziasztok. Hello. 3, 2, 1, ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. 4 perc múlva 9 óra jövünk, Ákos híre jutam. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt, pontosan 8 perccel. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Itt vagyunk. Megjöttünk. Jó étvágyat, finom. Köszi, nagyon. Mi az? Jó, a szendó. Hozzak neked is. Nem, most megittem egy 4-4,5 poharizrattót, kapucsinót, főzött kávét, kísérleti lattét, mindent, úgyhogy ne semmi, 300/280 a vérnyomásunk. Délután 2-ig simán megvagyok, és golyózik a szemem, gúvadnak a szemem. Folyamatosan villog a koffein riasztó az agyába. Igen, kicsit vibrál a monitorom, és remeg a kezem, de nem sok. Tehát a 6-szoros koffein túladagolásom vagyok túl, amíg erre ráennék akkor. De hát muszáj, gyerekek, hát az ember most kísérleti fázisban van, úgyhogy muszáj ezeket valakinek elfogyasztani. Tudom, 10 óra után rendrakás. Tudom, megyek. Szóltál már valakinek? Nem. Egyedül. Majd meglátod, mi lesz utána. Egyedül csináltam, egyedül takarítom el. Jaj, de most látom, hogy nem volt túl indokolt a sohajtás. Úgy érzel, a sohajtás nem volt túl indokolt, hiszen csináltad a rendetlenséget. Nem. Sajnos azért sohajtottam, mert tudom, hogy mit hagytam ott, úgyhogy tudom, hogy mi vár rám. 10. kerület Gyömrői úton a Noszlopi utca kereszteződésénél motoros gázoltak, rendőrség már kint van, Szafi küldten nekünk. A régi hármason simán kikerülhető az M3-ason lévő torlódás, Ede drága vagy, hogy elküldted, köszi. Ez Gödöllő magasságában van egyébként, és beton útelválasztó lehelyezés miatt, ez az M3-as kivezetőnél van, és már több kilométeres a dugó Gödöllőnél, úgyhogy kerüljetek. Dudi elküldte nekünk. Köszönjük szépen. Aztán, te jó Isten, mennyien kérik a közvetítő telefonszámát, úristen. Azt szeretném mondani, hogy ha megkapjátok Isten tőlünk, és kimentek külföldre, azért a neten hallgassátok a Morning Show-t, jó, hogy nehogy radikális csökkenés legyen a hallgatottság. És 10% leadó, sajnos, ha már mi szereztük az állást, nem vagyunk drágák, 10%-ocska, leadócska, ennyi, nem? Mindenkinek odaadjuk a telefonszámot, csak van egy pici leadó belőle. De csak ha már megvan a meló. Tehát előre nem kérünk semmit, korrektek vagyunk.
Előre nem kell fizetni viszont. Ha kint vagy, és megy a bizony. 100%-ocska leadócska. 1330, ha csak 10 000 ember kimény, 100%-ocska, meg vagyunk. Ha 10 000 ember már nem menjen ki, akkor már tényleg elfogyunk. Hát, nem igaz, nem... Jó. Akkor egy korosztályt elvesztítettünk. Igen, már nem menjen ki. Igen. Szomorú gyerekek. Azt mondja, hogy az M3-ason a 120-as kilométernél Budapest felé defektes teherautó gumidarabok a pálya közepén. Vigyázom, mindenki ATESZ küldte nekünk. Egyébként tényleg még egy pillanatra visszatérve az SMS-ekre, akik kérik tőlünk. Azt kérte tőlünk a játékosunk, hogy ne tegyük föl. Éva azt mondta, viszont egyenként Júli mindenkit visszahív adás után, és akkor megadja az iroda elérhetőségét. Ha szeretnétek, van lehetőségetek, vagy mennétek. Ha már így hozta az élet, hogy egy ilyen hallgató került adásba, akkor segítünk szívesen. Úgyhogy aki kéri, az várjon egy picit, jó, 10 után Julit rá küldjük az SMS írókra, és mindenkit visszajön. Adunk egy e-mail címet, egy telefonszámot, persze. Aztán majd ott már, ha... Nem is rakhatnánk fel egy őket a Facebook oldalán, az elég konkrét reklámnak minősülne ebben az esetben. Hát nézzünk, valószínűleg ez egy vállalkozás. Igen. A Facebookra egyébként nem tudom, milyen törvények vannak, de most én kirakom a kedvenc pizzériámat egy telefonszámmal, akkor engem kibüntet meg. Hát az NMH nem tud, a Facebook az maximum leszedi, tehát ott azért más. A Facebook csak akkor szedi le, hogyha nagyobb méretű, tehát van egy arány a képhez képest, az a mező, amit kitölthetsz, hogy abban mennyi az izé a reklám rész. Igen, tehát van egy arány, ha azt túlléped, akkor levehetik a képet, de egyébként te bármit kiírhatsz. Tehát te azt is mondod, hogy mennyire vegyél 16.825 forint most akciós. Teljesen más szabályok vannak rá, mint például a rádióra vagy a tévére, persze. Nincs is nagyon szabályozva. De most a haverjaidnak akar szólni, hogy milyen Blu-ray, DVD, kijött egy film, vegyétek meg, mert gyerekek, megnéztem, marha jó, azt meg. Vagy kiírod, hogy ezt oldalaknál is? Tehát úgy akkor is, amikor gyakorlatilag nincsen, nem egy zárt közösségről beszélünk, hanem gyakorlatilag bárki fölmehet. Közszereplő vagy, és kiírod, hogy a Podmanicki 12-ben ettél egy baromi jó pizzát, nem tudom, milyen olasz pizzériánzóban, azt nem szedik le. Tehát azt nyugodtan használhatod, ha elkezdett küldeni, saját terméket van, és üzemszerűen elkezdett küldözgetni, azért arra már van szabályozás, hogy ne tudd azért ilyen felületként használni, de most egyszer így te, mint beírsz valamit, az simán megteheted egyébként. Csobajon a Göndeköznél kisebb torlódás alakult ki. Ezt pedig egy olyan hallgató írta, aki nem írta alá. Na, egy érdekes hírt mondott Ákos, és talán érdemes róla beszélni, mert volt most egy nyugdíjas, nem tudom, olvastátok-e, aki odáig jutott, hogy megműtötte saját magát. Igen, egy nagyatádi nyugdíjas, igen. Hát ez önmagában is elképesztő maga a hír, de hogy ugye szeptemberre hívták vissza a kaposvári kórházba, és akkor a fájdalmai voltak, azt mondja, hogy nem győzte kivárni, és megoperálta saját magát. Hát illetve előtte bement, és kapott is egy korábbi időpontot, tehát hogy már augusztus közepére kapott egy időpontot, de hogy annyira elhatalmasodott rajta a fájdalom, ez ugye június közepén jelezte először a problémát. Ott kapta meg a házi orvosától a beutalót, a cikk azt mondja, hogy a kaposvári kórház érsebészetén csak szeptemberben fogadták volna. Ő azonban hát ugye rettegett, és augusztus 19-ére kapott aztán egy új időpontot, ami csak az ultrahang időpontja lett volna mindig, és olyan fájdalmai lettek, hogy visszaemlékezett arra, és ezért ez megdöbbentő, hogy szedtek ki 3 éve a hasfalából vérrögöt, és annak a felhasználásával ő megműtötte saját magát. Nagyon súlyos. Én amikor először olvastam ezt a hírt, így rákötöttem a tegnapi témánkra, ami azért ennél egy kicsit viccesebb volt. Ugye volt szó erről az applikációról, ahol mindenféle tünetek alapján, meg betegség nevek alapján rá tudsz keresni különböző dolgokra, és akkor mi ezen nagyon jót röhögtünk, és így poénkodtunk a dolog kapcsán. És akkor először, amikor olvastam ezt a hírt, akkor kb. Erre fűztem rá, és mondom, úristen, milyen valaki megműtötte magát, hát ez mennyire nagy. És elolvastam ezt a cikket, és aztán rájöttem, hogy ez egyáltalán nem vicces. Igen, hát ez egy szörnyen szomorú dolog. Szörnyen szomorú dolog, van ennek egy szomorú apropója, hát az mindenki tudja, hogy milyen várólisták vannak, hogy mennyit kell várni. Ugye vannak bizonyos rendeletek, amik már azért próbálnak egy kicsit segíteni, ugye, hogy előírták, azt hiszem talán pont júniustól, hogy a daganat gyanús eseteknél előre kell hozni a CT és az MR vizsgálatokat, 2 héten belül el kell végezni a vizsgálatokat. Na most ugye ez rendben van, a Magyar Kórház Szövetség meg gyorsan nyilatkozott, és azt mondta, hogy az előírás miatt ugye éjszaka és hétvégén is dolgozni kell a radiológusoknak a jogszabály betartásáért, és hogy hát egész egyszerűen nincs elég emberük arra, hogy elvégezzék ezeket a kötelező vizsgálatokat ilyen időintervallumon belül. De
Azt, bocsánat, jól tudom én ezzel a vérröggel kapcsolatosan, hogy ez el tud indulni, és be tud menni a szívbe, és meg tudsz halni. Ez volt a rokonnyugdíjasnak egyébként konkrétan ez volt a félelme, tehát ő attól félt, hogy ez pontosan ettől, hogy ez a vérrög elindul majd, és vagy az agyába jut, vagy pedig a szívébe jut, és meghal. Hát az az embólia, ugye, amikor ez a vérrög a lábadból elindul fölfelé, és ugye hát ott már tulajdonképpen nem jut át. Tehát ebben az vérhígítót egy csomó mindent. Amikor te júniusban bemész, hogy neked van egy ilyened, nézzék meg, és azt mondják, hogy szeptemberben gyere vissza, akkor ott nem kéne az, hogy ezt előre vesszük ezt az embert, mert van egy vérrög, ami elindulhat? Pláne, hogy egyébként már itt komoly fájdalmakról volt, szóval akkor is. És ráadásul fájt neki nagyon. Nem kéne egy orvos, aki azt mondja, hogy Pista bácsi, akkor jöjjön, maga jön. Mert tényleg egyébként ez látom, hogy veszélyes. És amikor ugye bement és kért egy másik időpontot, akkor is ahhoz képest egy körülbelül 2 hónappal későbbi időpontot mondtak még mindig, mert ugye ez augusztus vége felé. Igen, júniusban bemész, augusztus, az 2 hónap. Úgyhogy, ez kemény. És hát ő végső elkeseredésében saját magát műtötte meg otthoni körülmények között, fertőtlenített egy szikét, utána pedig egy injekciós tűvel gyakorlatilag leszívott egy komolyabb vérmennyiséget a lábából, úgyhogy előtte még elkötötte ugye térnél és combtőnél a lábát, hogyha esetleg nagyobb vérzés lenne, még oda készített maga mellé egy csomó kötszert is. És a műtét egyébként megdöbbentő módon sikerült. Tehát sikerül megtalálta sikeres a vérrögöt? Így van. Igen. Két körülbelül 1 cm nagyságú vérrögöt távolított el a lábából. Injekciós tűvel szívta ki a vért, és ahogy szívta ki, akkor kijött a 2 vérrög. Azért az is kemény. Tehát elszorítod a lábad a combtőnél, térnél. Tehát otthon vagy. Hogy kezded el? Vagy hogy csinálod meg? Tehát otthon ülsz, meg kell műteni mondjuk saját magadat. Ugye, mi most próbáljuk azon oldalát megfogni, amiből azért úgy lehet műsort készíteni, hogy ne azon moralizáljunk, hogy most tényleg mennyit kell várni. Az egy szomorú helyzet, ezzel mindenki tisztában van, de akkor nézzük meg a gyakorlati oldalát ennek a dolognak. Széke. Kell egy szike. Igen, ugye? Na most tehát azt a sziket gondolom én, hogy fertőtlenítened kell, amit ugye te is mondtad. Van neked otthon szike? Hogy nincs. Ne volna. Hát nekem sem, nekem nincs. Bocsánat, tehát kezdjük ott, hogy elkezdett szikét venni. Kell egy szike? Te így kezded a mondatot, kell egy szike? Akkor elmegyek szikét venni. Ez az négyszer nem jó, az a tapéta vágó? Jó az. Te vagy a technikai. Barkás szike. Ugye, nem, hogy tényleg nézzük meg, hogy ez, ha már ide jutott a szörnyű magyar valóság, hát akkor nézzük meg, hogy ezt hogy csinálod te otthon. Tehát van egy sziké. Én nem csinálom, de mindenképpen a fölső, tehát hogy azért mégiscsak itt egy műtétről van szó, én a fölső kis darabot, mert ugye ezek be vannak így szakmai szóval írdalva, és le tudom törögetni. A tetejéről letörném azt a darabot, amivel legutóbb tapétát vágtam, és utána fertőtlenítem. Én mondom, hogy csinálnám. Fognék egy öngyújtót, és meggyújtanám a sziket. Aha, és a láng fölött egy kicsit sterilizálnám, az jó? Hát egy picit bekormozódik az élet. Hát, na jó, de hát a meleg meg... Steril korom. Ja persze, ahol tűz van, ott korom is van. Az, akkor az nem jó. Ha alkohollal lemosom, alkohollal fertőtlenítem magát a szikét. Aha. Betadinnal. Azt tudjuk, hogy neki hol volt? Combjában, lábában? Lábában, jobb lábfej. Jobb lábfej. Ajajajajajaj. Tehát valahol én alul olvastam, hogy valahol itt volt a comb. Mondhatod hangosan is, mert nem kell súgni. Nem, csak a comb. Combban volt? Akkor combban volt. Combban volt. Jó, én elkötöd. Comb. Aha. Nem comb. De már meg vagyunk. Jó. Elkötöd a combodat? Egy törölközővel? Gumiszalaggal. Igen, két helyen kötött el. Combnál, fönt, meg a térdnél, hogyha bárhonnan ömölne a vér, akkor ne ömöljön. Na most ott egy artériát, vagy egy, nem tudom, egy tehát az, ha véletlenül elvágod, hát azt utána kötözgetheted, nem? Szorítókötés megfogja. Úgy gyerekek, nekünk, nekünk ez nagyon nem menne. Nem menne. Gumipókkal, valami zsebkend, rongyal, törölközővel. A gumipók nekem tetszik. Az jó, a gumipók az jó. Beakasztott két oldalra a konyhába. Erősen kell ezt a dolgot meghúznod, hogy ugye tényleg, ha átvágsz egy artériát, valamit, nem tudom, ütüleret, akkor ne vérezzél. Megvan még az egészségügyi könyvem, amiből vizsgáztam annak idején, amikor jogosítványt szereztem. Hát a stabil oldalfekvés és a Heimlich-féle műfogás, ott megvan a vérőkiszedés. Hát az nincs meg, de ott kezdenéd, hogy mi van artériás vérzésnél, nyomókötést, hogy készítesz, tudsz nyomókötést csinálni? Nem nagy, én ezeket nem értek. Hát azért... a stabil oldalfekvésben jó vagyok, és félrenyel a szendvicset, olyan Heimlich-féle műfogást kapsz, hogy kijön a vese homokodat. De ő saját magát fekteti stabil oldalfekvésbe? Volt valaki mellette? Nem, egyedül végezte. Fú, de bátor. Azért ez nagyon bátor. Nővérke szikét, ja én vagyok. Az is. Tampont, tessék.
Gondold el, hogy oda jutsz, hogy végső elkeseredésedben azt mondod, hogy jó, oké, nincs idő, hát egyrészt baj történhetett, nyilván fizikai fájdalmai voltak. Óriási fájdalmai lehettek. Tehát, hogy én ezen is csodálkozom, hogy ugye az orvos ez nem észlelte rajta, vagy nem vette a lapot, hogy basszus, ott ül vele szemben egy olyan ember, aki kínlódik. Mivel érzéstelenítesz? Hogy érzéstelenítesz? Iszol? Mert ott helyi érzéstelenítesz, hogy meg kell vágnod saját. Óvatosan. Tök óvatosan. Mert akkor kell fölvágnod, meg óvatosan kell inni. Igen. Na de hogy? Mi az érzéstelenítés? Te csak otthoni eszközökben gondolkozunk. Mit csinálsz? Helyi kell egy kis érzéstelenítés. Mivel? Lidokain. Van otthon lidokainod? Hogyne volna, a szike mellett tartom. Jó, mondjuk az a baj, hogy te olyan vagy, mint egy ilyen túlélőkészlet. Tehát nálad a lidokain, a fóliasátor, a rambókés, nálad minden van. Nálad van otthon lidokain? Nálad is van. Azért mondom, hogy stréberek vagytok. Lidokainunk nincs. Fertőtlenítőszer van, de érzéstelenítő nincs. Fájdalomcsillapító előre? Az nem rossz. Bedobsz két izét, fájdalomcsillapítót vársz 4 órát, és belekezdesz a műtétbe. Vagy 2. Meg 2 feleset rá, és akkor már jó is vagy. Na, akkor van. Akkor tudod, másnap nem. Azt mondja, hogy a lábad ugyanolyan dolgot, viszont egész jó sikerült a tegnap este. Hát azért ez, gyerekek, ez nagyon mennyire dermesztő, annyira szomorú is. És az egy órán belül 2 olyan szomorú témában nyúltunk azért, ugye? Tehát a nyugdíjas elvándorlás, akik mennek Németországba, nyilván. Hál' Isten, hogy legalább tudnak valahova menni, illetve emberünk, aki meg kellett, hogy műtse magát, mert egész egyszerűen nem képes a kórház fogadni, de nem azért, mert hogy slendriánok, hanem mert arra volt időpont, egy csípőprotézisre vársz 2,5 évet, 600 napot, 900 napot, 1200 napot, nem tudom mennyit, erre a műtétre megvárnod kellett 2 hónapot. Tehát ez a helyzet, nyilván nem a kórházat hibáztatjuk. Mit kezdtél elmondani, hogy? Hát és ráadásul ugye egy korábbi műtétjéből szerzett tapasztalattal műtötte meg a lábán ezt a megduzzadt teret. De ott nézte, hogy a hasfalából... Igen, ez is, hogy nyilván nem vagyunk orvosok, talán ez már kiderült az elmúlt 10 percből, tényleg, hogy akkor is végignézte a saját műtétjét. Akkor is végignézte, igen, hát helyi érzéstelenítéssel csinálták, nem altatták, és végignézte. Akkor altassuk. Nem, köszönöm, altatást nem kérek. Jó papot, jó, tanul. Jó, jöhet ez, jó, jöhet ez még rokkanyugdíjas vagyok Magyarországon. Igen, szeretném ezt végignézni, hát ha még ez kell lenni. És végül ő egyébként egy injekciós tűvel szívta ki, tehát a szike nem is tudom, hogy kellett-e, lehet, hogy ott kiszabadította az eret a lábon, és utána abba bele az injekciós tű, és elkezdett kiszívni a vért, ahol a vérrög van. Na, várunk SMS-eket, nézzük meg, tessék, ki végzett már el otthon bármi olyat, amivel megerőzte a saját orvosát. Hát, ha vannak ilyen hallgatók. Tehát nézzük meg, hogy kényszerült-e már arra hallgatunk esetleg, hogy azt mondták neki, hogy ennyi idő, annyi idő, nem ment el orvoshoz, nem mert elmenni orvoshoz, és otthoni körülmények között műtötte meg magát, szedte ki a gyerekből, vágta föl, műtötte meg magát úgy, hogy tényleg ezt otthoni körülmények között csinálta, ahogy egyébként a bácsi. Nem követendő ez a példa, tehát ne álljunk otthon neki azért nagyon sebészkedni. Az asszonynak, feleségnek kést, törlést, szikét, apa, mikor mehetnek már a játszott élet. Tehát ezért ez bármennyire is ez a szomorú magyar valóság, mert hogy lassan tényleg itt tartunk. És senki ne próbálja ki otthon. Az orrsövény műtétedet meg tudnál csinálni? Nem, de én már vágtam fel a sarkamat. Tényleg? Én már a sarkamat vágtam fel késsel. Valami bele, mert elgyulla. A bőrkeményedés? Nem, volt ott egy ilyen dúzzanat, és én úgy éreztem, hogy az valami, mit tudom, valami ilyen, hát egy ilyen kelés lehet, vagy valami hasonló, és éreztem, hogy ilyen kemény, meg dúzzat, meg nagyon fájdalmas volt. És én kiskoromban mindig így megszoktam, hogy sárkam egy ujjamba, akkor azt én ki tudom szedni, és lebetondinoztam egy ilyen kis picskát, egy picskát, és megvágtam vele a sarkamat. Mondanom se kell, a vér jött belőle, semmi más. Tehát én nem tudom, mi lehet, hogy csak valami pici kis szálka bement, és attól begyűlt ott az egész, de én megpróbáltam belőle eltávolítani a felesleges folyadékot, vagy nem tudom, váladékot, vagy de menő voltál, kértél törlést? Szikét, törlés magadtól, persze, törölgetted a homlokodat, tehát meg megcsináltad úgy, ahogy ez kell, ahogy láttad a vészhelyzetben. Én is megpróbáltam egy gyógypuszit is adni rá, de akkor kifordult a térde. A végén lefektetted saját magát, igen, igen. Hát nekünk régen egyébként még az első gyerek után Viki hasába egy ilyen 4 centis spárga azért így benne maradt, és ugye a doki az elment, és mondta, hogy hát akkor ez kiszedte a varrat, az első gyerek, nem a második. És mondta, hülye volt a doki egyébként, sok bajunk volt vele. És az első gyerek, hangsúlyozom, nem a második, és mindent kiszedett. Viki úgy hónapig úgy nyomkodta, ott tudod, hogy volt valami, és egyik éjszaka hallom, hogy még éjjel fél egykor még ott zörög, csörög, valami
üvegek, nem tudom, van brutál műtét van. És reggel mondja, hogy megműtötte saját magát. És mondom, mit csináltál? Hogy látta, hogy a doki hogy szedte ki a varratot ugye a gyerek szülés után a hasából, és ki egy 8 centis kis spárgát, ő még ezen az oldalon, így az első gyerek születése után így kiaplikálta a hasából. És megműtötte saját magát. De ne félsz, hogy szétesik bent valap. És így hátra csuklik. Egy régi műtét volt, egy 8 centis ilyen damil húzal darabot, ami vagy felszívódik, vagy a szervezet kilöki. Hát az nem akart nagyon felszívódni. Ez nem akart felszívódni, se nem lök ki a szervezet, ez benne maradt, és ő mondta a dokinak, hogy hát itt van, itt van, itt van, de hát a dokinak a baja is volt. Leginkább az alkohol. És érzéstelenített a Viki is? Nem, a doki. Ja. A doki is sokkal tett sokkal, igen, hát az első gyerek volt, nem a második dokingat nagyon kedveltük, nagyon cuki, és mondta, hogy Jézusom, na mit csináltál? És ennyi egykor egy 8 centis kis húzalt. Az igen. Kihúzott magából. De éjjel fél kettőre meg volt, megírta az árujelentést, lefeküdt, föltette a lázlapot az ágy végére, kitöltötte, fölírta magának a gyógyszert, reggel mentem, már ott feküdt rendesen, beutalta saját magát kórházba. De az ott lógott ki a Vikinek? Nem. Nem? Úgy kellett ki? De lógott ki persze. Igen, meghúztátok, és akkor elkezdtem a csendeséget. Én mindig úgy csengettem be, amikor mentünk hozzá, nem. Az csak érezte, hogy ott úgy szúrja valami, és az ott úgy bent van a hasában, és akkor ezt így kiszedte. Egy laza műtét. Mindenki megbűti magát otthon, nem úgy, ahogy a bácsi egyébként. És ez a szomorú magyar valóság, hogy egy év múlva, két év múlva nekiállunk magunknak megcsinálni a műtétet? Kapsz hozzá biztos egy ilyen gyors talpalót, lesznek ilyen applikációk, hogy hogyan műsd meg magad. És akkor beírod, hogy vakbél. Csináld azért meg majd magad. A végbél tükrözése ítélnek felé azért azt, hogy tehát, hogy azért itt lesznek olyanok, hogy inkább megvárom a soromat, vagy gyere át hozzám. Megcsinálod? Felrakom azt a kis üveget, ami visszaveri a fényt, tudod, mint az orrfülgégészeknek, lehajtom, te mutatsz egy blendét, aztán jöjjön, aminek jönnie kell. Szerintem azt biztrofikra felé, de a művészvilágban. Ugye hát az egyik, amikor a kórház nem tudja megcsinálni, de a másik, amikor az ember nem mer elmenni orvoshoz. Hát azért ezt se felejtsük el, hogy van úgy, hogy be vagy tojva, hogy az orvos. Olyan orvosok vannak, mint a tiétek, akiben lajt azt a 8 centis párgát. Róla nagyon sokat tudnék még mesélni, hogy mit csinált velem, a Vikivel, velem, nekem csak stresszt okozott a gyerekkel. Dr. Lecter. Igen, körülbelül egyébként, igen. Szedtem már ki a szememből fémdarabot fültisztítóval, meg fogpiszkálóval, mert nem mertem elmenni a szemészetre. Ezért mondom, írja egy hallgató, tehát vannak olyanok, amikor tényleg be vagy tojva, és nem mersz elmenni, és nekiállsz otthon megműteni saját magát. De hát az veszélyesebb, jobban fáj. Hát hogy? Nem mersz elmenni az orvoshoz, ahol kapsz érzéstelenítőt profi kezekbe, vagy jó esetben, ugye, hanem a Valázs orvoshoz, de hogy ugye? Nem mondta, hogy fogorvoshoz mindig azonnal elrohantál, nem jegelted, nem próbáltad kihúzni, nem azt mondom, hogy betöltesd hát saját magadnak, de hogy azért így én például régen, amikor nagyon féltem, akkor azért így napokig... Fogóval fogsz. Jegeltem, mindent csináltam. Legalább 2-3 olyan tömésem volt, amit én szedtem ki. Csak azért, mert egy zavart, hogy addig piszkáltam, amíg ki nem, aztán el kellett menni fogászatra. Ajtófélfadal, Mirkilin sem csináltatok ilyet? Hát a legnagyobb. Hát azt ki nem próbálta még ki. Saját magadnak becsapni. Igen, csak rohadtul nem sikerült. Fájós rágófogamat szedtem ki fertőtlenített zsebkéssel. A doki azt mondta, hogy ahhoz képest egyébként szép lett a sebb. Tehát a fogadat körbe vágod és kiszeded? Tehát alá feszített, és valószínűleg úgy csinálta. A körbevágás ebben az esetben szerintem nem annyira működik. Lából lőttek egy Flóbert pisztolyjal. Elő Sipcsonnál ment be, hátul viszont az Achilleszínban megállt. Aha. Ekkor még nem tudtam. Megpróbáltuk kiszedni a golyót alkohollal. Szikkével írja egy hallgató. Apám Cérnával kiúzta a fogamat. Aztán azt is, amelyik mozgott. Hát ez sokszor előfordul azért rám bizonyám, és sokszor előfordul, hogy rosszra kötik. Talán jó. Figyelj, én a Beninek alig várom, hogy elkezdjen mozogni az egyik foga. Nekem ez egy nagy álmom, hogy a gyerek egyszer belemenjen abba, hogy valamire rákötjük. Én elhatároztam, hogy garázsajtóra fogom, hogy önműködő a garázsajtó. Jó, mint a Robert. Ja, és izével, távirejtő. Leülünk a Benivel a fűbe, a rajta Benny lesz a fogán a spárga, belekötöm a hát 6 éves, ez már röhögni fog, már elkezdtem neki pedzegetni, még van egy kis ellenállás. Igen. Garázsajtó, és azt mondom, 3, 2, 1, nyom meg a gombot, megnyomja a gombot, és elindul a garázsajtó, és elindul a garázsajtó. Kint van a fog. Utána kertkapu, kocsi. De igen, nem jó garázsajtó, lassan megy le. Viszonylag lassan. Tehát felfogja a gyereket, ott fog lopni. Gyorsan kell. Apa!
Biztos, hogy ez jó. Nagyon tetszik, ez nagyon jó játék. Mindjárt jön, hogy anya nem fog ülni. Viki meg jön, mert a gyerek meg ott lóg a garázskapun, tudod, hogy a bal hatosába belekötve. Mi az úristen csináltál? Hála, valahogó. Hát, jó, fej, akkor ránkat bulizunk, a gyerek egy 8-as damiló lóg a garázskapun, tudod. Jó, igaz. Hol van most jó, a fán? Elment teniszen. Itt nála van a távirányító. Azt mondta, ha sokat lógok, kiesik. Ha sokat lógok, kiesik. Jó, igaz. Akkor mire kössem? Hát egy jó valami gyorsabb eszköz kell. Mert ez gyerekkoromban nekem is megpróbálták, soha nem sikerült, de ezt mi is csináltuk a bátyámmal. Rákötöttük, bevágta a szobaajtót, és persze nyilván mindig leugrott a damért. Tehát mi nem tudtuk jól feltenni. De ha jól felteszed, állítólag ez kihúzza. Tehát megvagy. Igen. Igen. De mi lehetne, ami gyorsabb ennél? Kocsi. Aha, igen, mert ahogy nagyjázzal. Igen, nézzél, mi Vienna Express. Intercity. Igen. Tessék, tyúkszemhez ki nem nyúlt már hozzá otthon. Tyúkszemhez. Kikaparást alá nyúlni. Nem mondta, hogy egyre mélyebb, és egyre mélyebb, és ugye optikai csalódás maga a tyúkszem, mert azt hiszed, hogy ott van a bőr alatt. Egy ilyen Vezúv szintű kráter és mélyedés van már a lábadban. Én és nem csináltam. Nem csináltad soha? Nem, nem volt. És még mindig nem érsz el. Adjak egyet. A hármat, négyet. Igen, a hallgatóink is egyébként orvosi vénával vannak megállva, mert hogy jönnek az SMS-ek. Azt mondja, hogy papának zsírcsomó hátán, a vállán beborozott. A legrukosabb. Szépen indul a történet. Megyek műteni előtte, beborozom. Beborozott és borotva pengével kivágta saját magának. Egyébként igen, egész ügyes volt. Benőtt lábkörmöt sikerült már többször kiműteni. Ha? Szemölcs kiszedés körzővel. Az jó egyébként, mert mélyre leér a körző, tényleg a hegye. Ezért csak azt videó oda betolod. Picit azért alkoholizálnék előtte. Mondjuk itt a papánál azért szerintem elésen idézőjeles lehet. Ahhoz képest egész jól sikerült, hogy a hátán volt zsillett pengével is részegen csinált. Ez figyeld, ez is nagyon jó. Nagypapám kivágta a kullancsot a combjából bicskával. Papa nem hitt a krémben, az olajban, és az óra árrájárásával, nem tudom, ellentétes vagy nem ellentétes csavarás. A papa azt mondta, gyere kullancs, egy bicskával nekiállt, körbevágta. És ha vélhetőleg feltörzött részt is eltávolította még 3-4 négyzetcentiméternyi területet a combjába. Igen, papa egy Mariannárkot vágott egyébként a combjába, igen. Lábszár fekét tisztogattam, mert a doki kijelentette, ez nem az ő szakterülete. Ezt Gizi küldte nekünk. Azt mondja, hogy ezt nem hiszem, hogy igaz-e, de írja János. Egy ismerősöm kitüsszentette az ormanduláját. Majd mivel traktoron ült, éppen egy érszorítóval visszatuszkolta. Jó, így nyilván. Én a mandulámból szedtem ki egy szárított rozmaringot fogpiszkálóval. Azért ott is mélyre kell nyúlni. Tibike küldte nekünk. Rozmaring. Igen. Varacedésem voltam, a dokiben nem hagyott egy 40 centis darabot. Két nap után egyébként kihúztam magamnak. Hát azért vannak érdekes SMS-ek, igen. Jó a téma, rosszul lettem, igen. Oké, na, jól van, várjuk még az SMS-eket, jó, írjatok még, hogy ki hogy műtötte meg saját magát, reméljük a bácsik egyébként jól van, és hát tényleg nem ez lesz. Nem ez lesz a szomorú valóság, hogy ideig jutunk, majd az otthon kell az embernek megütenie saját magát. Tájogot találtam az arcomon, elmeséljem, kérdez. Mindenképpen. És szomorú a fotó küldel. Fél 10 volt, 3 perc, jövünk még az SMS-ekkel, illetve mindjárt itt vagyunk a nap legjobb pillanatai van. Fél 10 múlt. 8 perc. Itt vagyunk, nézzük az SMS-eket. Nézzük. Az SMS-eket, az, hogy 6 évesen beleestem a szökőkútba, a suliban betört a fejem, a döki összekapcsolta, 5 kapocsból 4-et magam szedtem ki. Mondja, küldte nekünk. Fokúzás utáni varratot kellett kiszedni a dokinak, de nem tudtam kivárni az időpontot, és egy körömcsipesszel megoldottam egyébként a dolgot. A fater az ujjamat próbálta visszarakni a helyére egy ecetes vizes ruhával. Miután beszorult egy felnőtt méretű kosárlabda a kis ujjam és a gyűrűs ujjam közé. Azt mondta, ez csak kiugrott a helyéről. A kórházban derült ki, hogy 3 helyen tört. Lehet, hogy akkor tudod, hogy helyre akarta rakni, akkor még egyet tört rajta. Igen. Kiműtöttünk alsamból egy kullancsot, de utána megnéztük egy évvel az ezelőtti képet, és kiderült, hogy anyajegy volt.
Volt egy szemölcs kényes helyen, citromhéjat ecetbe áztattam, egy éjszakára rajta hagytam, és le is égettem vele, mondjuk a bőrömet is, írja egy hallgató. Törött kulcsontot tettem haj helyre, azt hittem ficam, a doki meg is dicsérte egyébként. Egész szépen a kolléga. Hello, én zsírcsomót szedtem ki a szemöldököm széléről varrógép tűvel. Sikerült. Egyébként szerintem azt mindenki ismeri ezt az érzést, amikor hegyes dolgot kell otthon találnod, és elindul a szakkör, nem? És mindenbe belenézel minden, de amikor késhegy nem jó, villa nem jó, hegyesebb kell, oké, csillagcsavar húzon nem elég jó, túl széles, rendben, a tűhöz még mindig nem jutottál el, a tűpára nincs meg, jó, fogpiszkáló nem jó, eltörik, szívószál, leharapom a végét, szűkítem. Tehát azért az megvan, nem? Amikor hegyes dolgot kell otthon találni, és elindított. De ebbe azért senki nem mondja, hogy nincs egy kis beteges perverzió. Tehát, hogy imádsz így magadban turkálni, kiszedni, igen, hozzányúlni. De vigyázzon mindenki. Élvezi az ember ezeket a dolgokat. Persze, jó átszatom, önmagad megműtés azért. Bár kapcs kiszedése a fejből. Wow. Igen. Apám tömése kiesett, ezt figyeljétek. Kompresszorral kifújta, hogy száraz legyen, majd pillanatragasztóval visszaragasztotta. Reméljük, hogy nem cionokrillát tartalmúval. Igen, majd pillanatragasztóval visszaragasztotta. Persze ez nyaralás előtt, és megjegyezte, rohadt barack. Igen, még egyszer hangsúlyosan elmondjuk, senki ne próbálja ki ezeket otthon, vigyázzatok magatokra, menjetek orvoshoz. Viszont jó, nagyon jó volt. Ne használjatok pillanatragasztót szájba, olvassátok el, mérgező is lehet, ahogy János is mondja. Tessék elmenni doktorhoz. Nagyon jó alternatíva született neked a garázs ajtóra, na? Mert hogy másik nagy kedvencedet is összehozhatod ezzel, teniszlabda. Jó. Összekötöd rá a madzagot, az be Beni szájába, uh-huh. Kis pattogtatás, na most mosolyog a Beni. És elmegy. Én azt akarom, hogy saját magának üsse, tehát ő nyomja meg, ő indítsa el, ő üsse ki, tehát, hogy ére, tehát a saját kezébe akarom adni kis fogacskájának sorsát, hogy ő döntsön hogy arról, hogy mikor lövje. De a teniszlabda jó egyébként. Figyelj, válogathatok, mert a YouTube tele van. Tele van ilyenekkel, elképesztő módon próbálják meg eltalálni a gyerekeknek a fogát, de hát látszik, hogy egy gyereknek is füligér a szája közben, imádja. Igen, persze. 14 éves voltam, amikor megharapott egy kutya, mamámmal a hátsó pajtában sósborszesszel kifertőtlenítettük, majd fertőtlenített horoggal és damillal szépen összevartam. A végén beködöztem, a doki nevetett és megdicsért, hogy csak egy tetanuszt kell adnia. Gabesz küldte nekünk, köszönjük szépen. Na, hát akkor sokan műtöttek azért otthon az SMS-ek szerint. Reméljük, a bácsi egyébként jól van, és abban is bízunk, hogy ez a helyzet azért előbb-utóbb javul, nem? Hát, ha már ennyi szép dolog épül ebben az országban, akkor előbb-utóbb arra is lesz pénz, hogy ne kell hónapokat várni egy műtétre. Na, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, mivel is foglalkoztunk ma reggel. Felhívtuk Csonka Picit, két apropója is volt a telefonunknak. Egyrészt Szombati Akciómánia névvel vezeték nélkül csengőt hirdetnek Csé Andrással, mi is dúdoljuk veled a ding-ding-dongot felirattal. Hát, valahogy nekünk Csonka András jutott eszünkbe a reklámról. Felhívtuk Picit, mit szól hozzá, és egy színház mondta, hogy szavazzanak, hogy ki játsza ugye a Szamarat a Shrekben. Mindenki Csonkára szavazott, megadták a listát, hogy kiből lehet választani, majd a szavazók nyertek kettő darab jegyet, és kiírtak egy szereplőválogatást a Szamára. Jó, majd meglátjuk. Jó, szavaztatok több ezre, mindegy, akkor majd meglátjuk, hogy ki legyen. Szóval Csonka Picivel beszélgettünk, valamint a nagy szerb lottócsalást elemeztük. Nem biztos, hogy lottóbotrány, inkább erről szól a dolog. Ugye, nem tudom, hogy Anna egészen pontosan mit vágott a Best of-ba, csak azért elmondom, hogy ugye hát kihúztak három darab számot, addig minden rendben volt, majd ugye kihúzták a 27-est, ekkor megjelent ugye a 21-es, ami gyanús, azt kicserélték feliratban, és amikor már húzták volna a következő számot, hogy nem ugye a 21-es jött ki, ami először megjelent feliratban. Véletlenek vannak, gyerekek. Véletlen. Csak hogy mindenki értse a Best of-ot, de hát Anna Gyöngy kezeit ismerve. Hát ez biztos, hogy érthető lesz, úgyhogy már is mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Szeretem az ilyen összeesküvés elméleteket, hogy ez most akkor tényleg Murphy, vagy megbukott a szerb lottó sorsolás, ez egy érdekes helyzet. És elvileg matematikailag lehet Murphy. Ugye, amit te is képviselt, hogy elvileg kiúszható azért, mert a Pali hülyén írta, hát utána jöhet a 21-es, de érdekes, érdemes megnézni a videót, fönt van a Facebook oldalunkon. Az biztos, hogy megingott most a bizalma a szerbeknek a lottó sorsolásban, de én arra lennék kíváncsi, hogy mennyivel esik vissza ilyenkor. Vagy visszaesik egyáltalán? Egy ideig szerintem igen, és utána elfelejtik, és egy pár hónap múlva ugyanúgy megy mindenki. Szerintem egy ideig biztos. Utána hát egy-két év múlva... El is felejtik. Elfelejted és mész, igen.
Majd kíváncsiak vagyunk, ugye most már a rendőrség is vizsgálja, meg ugye technikai hibáról beszélünk, az ügyészség is eljárás indított, tehát megnézzük majd, hogy mi lesz. Csabi, jó reggelt, hello! Jó reggelt, szevasztok! Szerintem erről már nekem is volt véleményem, és talán itt adásban el is mondtam, hogy én ezt az egészet egy ilyen nagy összeesküvés elméletnek gondoltam nagyon-nagyon sokáig. Hogy pont azért, mert hogy mondják, hogy rejtőzködj, próbálj a háttérben maradni, mert aztán jönnek majd a nem tudom, a bűnözők meg a jó barátok, és akkor lenyúlnak. Épp ezért soha nem ismerhetjük meg az igazi nagy nyerteseket. És mi van, hogy tényleg nincsenek is nagy nyertesek? Csak igen, azt ezért, mondják, hogy... Ezért egy csomó országban ugye kötelezően kell neked nyilatkozni. Ki kell állni. És azt mondja, igen, én vagyok. Tehát ezzel hitelesítik. Más kérdés, hogyha kiállsz mondjuk Amerikában, nem biztos, hogy aznap este már ott állnak hárman simaszba, hogy jöttek hozzá. Itt azért ez nagy valószínűséggel megtörténik. Nem szívesen állnál ki senki, még ha nem is vagy ismert, nem? Nem tudom. Tehát még sosem volt ekkor a nyereményem. Mónika Taksonyból. Én nyertem a másfél milliárdot, tudod, egy ilyen brutál parasztház előtt, tudod, iszé hihetetlen, és se videó, se kamera. De aznap éjszaka már lehet, hogy a Balmákon van. Tehát neki nem tök mindegy, hogy most akkor kimegy oda a parasztház elé. Nem áll ki az ember nyugodtan, de Olaszország, talán Németország, Amerika volt, ott kötelezőszerűen kell a nyerteseknek nyilatkozni, hogy ők vitték el. Arccal vállalni, úgy vehetik föl, hogy vállalják arccal. De milyen bizonyítékot szeretnél? Fizessék ki a lakáshiteleteket? Nem. Jöjjön egy nagy nyertestől, hogy egy autót. Egy nyereményt szeretném. Az nekem egy nagy bizonyíték lenne, hogy van. Küldj el a bankszámla kimonatot? Nem, értem, mit mondod, Csabi, hogy... magát, tehát amikor kitöltöm a szelvényt, akkor nyerjen már egyszer az. Ja, én azt arra, az nekem nyerjen. Az egy ilyen bizonyíték lenne, hogy hát igen, vannak nyertesek. Például én is. Hívjuk a nap hallgatóját. Visszahívogattad mindenkit, aki írt? Hát, de szükség. Igen, még nem értem a végére. Megpróbálod még egyszer. Csak hogy Anna milyen tündér, ugye beszélgettünk egy játékosunkkal, még a hármasugrás előtt, és ő elmondta ugye, hogy adminisztrátorként dolgozik, Éva. Hát akkor kinyomja. Kinyomott minket. Kinyomás. Ilyen szellemes, amit írt egyébként, ő lett a nap hallgatója, azt hiszem, hogy aláírta-e. Hogy nem írta alá. A TB vajon kifizeti a bácsinak a műtét árát? Ez jó kérdés, hiszen ő takarékoskodott gyerekeknek. Nem kell a TB-nek fizetni a kórház hát, felé. Visszajár, viszont... egy vérrög műtét 600 ezeret kap a kórház, akkor azt a bácsinak azt át kell szépen utalni. Sebészeti beavatkozás 8 napon túl, gyógyuló 30 ezer. De hogy hányan jelentkezhetnek most nála? Hogy hát ez egy Pista bácsi, hogy nekem is megcsinálná. Hát én is várok a soromra, de nem kerülök. Nem, lehet, hogy a bácsi azóta már nagy üzemben ül. Igen, a nagy adat egy gyógyító. Na, Csabikám, mesélj valamit, mi újság van. Hát hozom a szokásos rendszeres mondatomat, mert hogy még mindig folytatódik a játékunk, Klassz nyer 2015, és ezen a héten a The Script van a terítéken, hogy ők augusztus 12-én fognak koncertezni. Berlinben. Nem, itt Budapesten, ráadásul. És azért érdekes, mert persze ők játszanak, azért Európában nincs nekik ez a klasszikus turnéjuk, hogy elindulnak, és akkor megállás nélkül, hazamenetel nélkül játszanak. Visszatérnek ők majd, de pont a pesti buli után ők átruccannak Japánba, és akkor ott adnak egy néhány bulit, és utána fognak visszatérni Nyugat-Európába. Úgyhogy ha most nem kapjuk el őket, akkor ki tudja, mikor lesz lehetőségünk legközelebb. A betyárját, hát figyelnem kell. Jó. Figyelj. És hogy lehet megnyerni? Figyelni kell, hallgatni kitartóan, hűségesen a Klassz FM-et, és egyszer csak a dalok között megbúvik egy ilyen kis felhívás, amelyben benne van a Script, amelyben benne van a Script valamelyik dalának egy részlete, és maga a mondat, hogy na most tessék jelentkezni a játékra. És amikor ez a híres és bűvös mondat elhangzik, akkor valóban lehet azonnal tárcsázni. Hát legyen így, Csabikám. És akkor kicsit elbeszélgetek a hallgatóval, hogy valóban megérdemli-e, ő-e az a Script rajongó vagy érdeklődő, akinek ott kell állnia mindenképpen. És hát azért tudni kell a klasszokat. Hát, Csabi, egyszerűen fantasztikus. Csak azt kiváltjuk neked, hogy történjen ma is minden úgy, ahogy azt te eltervezted. Úgy fog. Csabikám, remek zenék is lesznek még ezen kívül. És minden elé hozom nektek Jason Derulo-t, aki az a denevéreknek is énekel, olyan magasságokban bír. És most van egy negyedik lemeze, és ezen van a Cheyenne című sláger, ezt hozom. Cheyenne. Mindenki mást ért. Cheyenne. 555-55-00, szeretnétek Csabitól dalt kérni, tegyétek meg, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Sziasztok! Hello! Ciao! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show.
Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.